3-án 2 millió forint értékű ajándék a Klassz FM Morning Show-tól. Oh my God! Nagy lelkűen, csak hogy legyen mit ünnepelni. Egyszerűen nincs is szó arra a hihetetlen ajándéközönre, amelyet a Klassz FM Morning Show indít. Július 3-án Győrött a Győr Plázában. A nagy lelkűség napja. FM-en. 6 óra után vagyunk 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Drága Győri. Szevasztok, jó reggelt. Dobd arrébb azt az ászlót. Óriás, mert kitakar még téged is. Pedig nem vagy kicsi. Tessék? Meg akartam egy kicsit mozgatni a győri közönséget. Na, de kitakart az ászló. Akkor fussunk neki még egyszer az egésznek. Na, igen. Figyelj, oké. Okay. 3, 2, 1, tessék. Jaj, de jó, a lelkünket melengeti mindig ez a kis üdvrivalgás. Így van. Na majd arrébb húzzuk ezeket, egyelőre most még nem kell, majd ha viszont fölénk jön a nap, akkor már igen. Árnyékolás. Akkor erős lesz. Ez erős az árnyékolás lesz. Technikánk, ez a két kis morning show-s kis zászlócka, vagy hogy bárhogy is mondják. Na, hát itt vagyunk, jó reggelt, hát, megérkeztünk, igen, nem volt könnyű. Fel fogunk tenni képeket, de én azt gondolom, hogy már így láthatlanban is elmondhatjuk a kedves hallgatóknak, a többieknek, akik nincsenek jelenleg itt, nem tudom, hogy hányan vannak otthon, de itt viszonylag soha, hogy azért ilyenkor látja az ember, hogy működik a dolog, tehát működik a promóció, millióan vannak most itt a Győr Plázánál. Egyébként azok kedvére, akik még ide tartanak, elmondanak mindenképpen, hogy Győr Plázának azon az oldalán vagyunk, ahol megtaláltok minket. Meg a másik oldalon semmiféleképpen nem. Ahol nem találtok meg minket, ott nem vagyunk. Illetve mondanánk, hogy akik ide tartanak, hogy ne jöjjenek, mert éjszaka feltörték az automatát, és elvittek mindent belőle. Úgyhogy... Bocsi, szevasztok. Úgyhogy tök üres az automata. Senki ne jöjjön. Nem, benne van minden egyébként, természetesen. De vigyáztunk azért. Éjszaka is őriztük az automatát. Így van, én kijöttem hajnal 2-kor, megnéztem, hogy benne van a tablet. Benne volt. Akkor még. Igen. Aztán kivetted, és visszamentél a szállodába. Na, hát kérdés, igen. A kérdés az, hogy kik lesznek ma szerencsések, kik lesznek kevésbé szerencsések, nyitnak-e a hallgatók olyan kis hát rekeszt, amiben szép ajándék van, vagy csak mi tréfáljuk meg őket egyébként. Ugye? Ez is egy nagy kérdés. Hát könnyű bennünket megtalálni, nekünk nem volt könnyű ezt a helyet megtalálni, de végül is ide találtunk, és írja egy hallgató, hogy megdőlt egy mítosz, mert láttam Barázs 100 métert sétálni. Igen, nagyon fura volt. Kicsit beszebáltuk meg, igen. Picit imbolygós léptekkel megindult így a pláza felé, belekapaszkodott a vállamba, és, de mondtam neki, hogy Balázs, menni fog, figyelj, így magadban. Meg 100 méter csinálni. Csak meg tudod csinálni, csukd be a szemed. Nem volt könnyű. Gyerekek, nem volt könnyű. Nem és közel álltunk meg, nem volt könnyű. Akkor az autót is látta a kedves hallgató, amivel érkeztünk, mert akkor is egy mítosz dölt meg. Ahogy hívják, a drága Csili-Vili egyedi autó, amit csak Balázs részére gyártottak, egy brit autógyár, nem. Jó, de nem a sofőrrel jött. És milyen sofőrrel? És milyen sofőrrel? Igen. Kérdéses volt, hogy ide érünk-e, de jó ütöttünk be a GPS-be, úgyhogy megérkeztünk igazából. Na, tegnap este milyen volt? Jó volt? Dajdajoztatok sokáig? Na, igen. Képzeld, de fél egyig velünk volt János. A betyárjed. Ami hát önmagában ugye egyrészt, hogy leült a mi asztalunkhoz, az már egy nagyon nem komoly dolog. Nem volt máshol helyfelé. Igen, tudom, nyilván én is ezt akartam kezdeni. Tudatos volt, hogy jött vissza egy vársétából, ott ültetek, és akkor már nem tudott elmenni. Hogy történt? Ott ültük, és mondta, hogy ő elmegy még vacsorázni, ez volt 10 órakor, tehát ez így útjára engedtük. Találtam egy exkluzív helyet, a Mekit. A fiam meg is alátámpa, ugye nem lehet csalódni, visszajött, leült, és egyszerűen sztori hátán nem bírt magával, pörgött, vitte a bulit, és akkor fél egy lett, amikor már mondtuk, hogy jó, Jani, most már elég, tényleg megint az üveget még visszaválthatod. Hát nem akartam érte nagyon fizetni, úgyhogy sztorikkal fizettem. És aljasra ittad magad? Hát iszogattunk, nagyon kedves volt a kiszolgálás, meg nem csak kedves, hanem látványos is. A szőkehajunk?
Hát de melyik? Mert hogy volt több is. De hogy a Győr milyen szép gyerekek ott a sétáló. Én nem tudom, én csak az első szőkehelyre emlékszem, mert felvesztettem az eszmélet. A másodikra már nem. Ott elájultál, igen. Ez tök jó, hogy mondja a Feri, megdöbbentően sok ember volt bent a belvárosban. Tehát olyan élet van Győrben, mikor volt ez, már nem emlékszem, csütörtök este, tegnap. Hogy egészen durva. De tényleg, tele vannak az utcák emberekkel, tele vannak az éttermek, hát az egész ilyen tiszta ilyen beach feeling volt. És nagyon jó minőségű volt a... Igen. A kiszolgálás? A bor, amit ittunk. Láttam. Igen? A bort. Mikor érkeztünk, már ott szolgált. Már ott szolgált ki, igen. Igen. Volt szerencsénk vele találkozni. Nem volt erőm egyszerűen lemenni, tehát az volt a helyzet, hogy fél év mikor után. Tessék? Mikor van, ugye? Na mondod te, a legnagyobb antiszoc. Jó, ne, a legnagyobb antiszoc. Ő mondjuk aki többet ült lent. Már. Összefutok a recepción, érted? És egy telefont elintézek, mire lerakom a telefont, már nincs sehol. Se annyi, hogy hányas, hol vagy, mikor, este találkozunk, reggel hánykor. Úgy szökik meg, hogy megvártam, amíg félrenézek. Tudod, amíg gyorsan a zsuzsit irányba raktam, meg kellett egy kicsit segíteni. És mire visszafordulok? Már sehol. Már sehol. Semmi az, buddy, hello, vigyáj, holnap reggel, jó pihenés, úgy tűnsz el, úgyhogy te nem mondhatod. Te nem mondhatod azért ezt nekem. De nem, hát fél év után az első éjszaka, amit végig kellett aludnom végre, úgyhogy nem, egyszer nem hagyhattam ki ezt a lehetőséget. Nem tudok aludni otthon, nagyon, úgyhogy most 10-kor eldőltem, megnéztem még, hogy Nadal kiesik a Garroson, illetve a Wimbledoni játékokban, mert hogy kiesett, és aztán neki busultam az ágynak. Először magamnak, és utána az ágynak. Magamnak busultam. Nagyon elszomorodtam, hogy kiesett a Nadal, és akkor ilyen, mint a 10 óra, 4-11-kor már sikerült elaludni. Hát én olyan egy óra magasságon onnan felmentem a szobába, beleléztem még a Bensi című sorozat harmadik évadának a közepébe, egész jó volt, aztán úgy valamikor már nem mertem ránézni az órára, ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, ez a módszerem, hogy nem nézek rá az órára, nehogy megijedjek, vagy nehogy azért ne tudjak elaludni, mert látom, hogy mennyi az idő. Basszus, és akkor ilyen elaludtam. Aztán reggel elkezdtem zuhanyozni, egészen addig, amíg észre nem vettem, hogy a szem közt lévő házból, az ablakból pont rá lehet látni a szobámra, úgyhogy nem volt behúzva a sötétítő, és a fürdőszobában égett a villany. Tehát, hogyha esetleg valakinek felkavartam itt a reggelét, vagy esetleg bezavartam, akkor... Idegvízbe zuhanyoztál, nem hiszem, hogy felkavaró látvány lett volna, nem? Hát, de az érted, és csak ment össze, és csak ment össze. Hát, nem csak néztek, csak tekerték azt a kukkert. És még mindig van, de a vége. Ja. Igen. Úgyhogy hát ez volt. És ma reggel itt vagyunk, ugye Győr Pláza, ez a Vasvári Pál utca 1/A, legalábbis nekem ez van ideírva, de hát hiszünk azoknak, akik ezt ideírták, és teszteljük a Posta Vadonat új csomagautomatáját. Hely, de szép te! Ott van. Így van. A jó szág, a csomagautomata, ami egyébként egy baromi praktikus dolog, utána olvastam, hogy működik, már nem úgy, hogy bedugod a kulcsot, kinyitott, mert nyilván sejtettem, de hogy... Igazából kulcs sem kell, mert hogy kód alapján, ha neked valaki elhelyezít egy csomagot, vagy a posta kiszállít valamit, akkor te szépen beregisztrálsz, megkapod a kódot, idejössz, beütöd, kiütöd, leokézod, hogy kivetted a csomagot, és ennyi. És 0-24. És 0-24. Nem kell várni a postai nyitvatartás sorban, idejössz, tök jó. Idejössz, beütöd, hazamész, és örülsz annak, amit küldtek neked. Gyakorlatilag ennyi. Úgyhogy ilyen baromi egyszerű dolog, így van. Na, és ebbe a csomagautomatába helyeztünk mi el különböző ajándékokat. Hát ezt majd meg kell találni nektek egyébként, akik jelentkeztek a játékra, mert hogy mindegyik fakban, mindegyik rekeszben van valami, de hát azért nem mindegyik rekeszben van az, amire az ember számít. Kussoljatok már, hol a lett tévé! Nem is fér el benne! Igen, ketten már Rejjél, sorsoljál! Ketten már feszítővasra és hegesztőpisztolyjal próbálják az egész csomagautomatát kiásni az alapból, és úgy, ahogy van elvinni. Csak mondjuk, hogy ha minden igaz, akkor kicsi apró kis feliratok vannak benne, hogy mit nyertél. Így van. Senki ne jöjjön ide, vegye a vállára a csomagautomatát. Igen, vigye el egy ifával, mert hogy nincs benne igazából úgy semmi, hanem a cetli van, ami arról árulkodik, hogy te valójában mit nyertél. És aztán azt a cetlit hazaviheted, és nézegetheted, hogy mit nyertél. Törökország sem található meg például benne, az a törökországi útsem, ami ugye 4 személy, és ne felejtsük el, hogy ez egy óriási, nagyon komoly fődíj, amellett, hogy ugye a kisebb díjak is, hát a kisebb ebben az esetben költői túlzás, mert hogy azért itt nagyon komoly díjakról van szó, de a kisebb díjakhoz képest a főnyeremény az egy 4 személyes törökországi all-inclusive út az egész család számára. És a 4 bringát se tudtok begyűrni az egyik rekeszben, nem tudom, láttad a Facebookon, hogy milyen nagyszerű promóciós fotót készítettünk Jánossal a kerékpárokkal. Nem néztem Facebook oldalt. Istenem. Hát figyelj, ahogy ül a rózsaszín gyerek biciklin, mondom, gyere, elviszlek egy körre. Nagyon jó volt. Egyébként leért a lábad?
Tessék? Leért a lábad? Semmiről nem ér le a lába. Azért kezdve nem borult át. Egyetlen olyan jármű van, amiről leér a lábam, az a roller. Ja, igen, látom, most látom. Nagyon-nagyon jól néz ki. Egyébként csak mondom, hogy természetesen nem kizáró ok az sem, hogyha valahol egy háromfős család van, és ők nyerik meg mondjuk ezt a négy személyes all inclusive utat, hiszen még van egy kis szabadságom, tehát... megoldható a dolog, így van. Úgy érzed, hogy még ki tudsz ütni egy hetet az augusztusból? Megpróbálom valami megoldani, természetesen csak az ő kedvükért. Akik nincsenek itt a helyszínen, viszont hallgatnak bennünket, azok egyébként rukkoljanak, hogy ne vigyel senki az utat, mert ha nem viszik el a győri hallgatóink, akkor viszont hétfőn kisorsoljuk. Igen. És úgy sorsoljuk, hogy akkor viszont bárkinek lehet esélye megnyerni ezt az all-inclusive törökországi utat, mert minden mást itt hagyunk, minden mást itt odaadunk majd szerencsés hallgatóknak 10 után, ami a rekeszekben marad, de úgy gondoltuk, hogy a törökországi utat nem, azt nem, azt bedobjuk a közösbe. Annak ellenére sem, hogy én azért láttam a tömegbe egy-két szigorú arcot, ami azt jelezte fel, hogy nem visztek tényleg semmi. Igen, csak a testemen keresztül, így van. Szóval azt bedobjuk a közösbe, és ha nem találjátok meg esetleg, bár egyébként annak örülnénk, ha meg lenne, akkor hétfőn valamikor 9 óra után akkor azt kisorsoljuk. És akkor bárki megnyerheti, aki majd küld SMS-t. Erre is gondoltam. Elég erősnek tűnik így. Ez így elég erősnek tűnik, így van. Na nézzük az ajándékokat, hogy mik vannak egyébként ebben a kis csomag autóbatában. Azt mondja, hogy hát ugye beszéltünk már erről a törökországi útról, ez is szintén benne van. Lehet nyerni majd televíziót, okostelefont, tabletet, gyermek és felnőtt kerékpárt, kávéfőzőt, fényképezőgépet, mikrohullámos sütőt, kézi mixerszettet, és digitális személymérleget, és egy-két meglepetést is még, ami benne van a rekeszekben. De úgyhogy tele vagyunk ajándékokkal. Az itt lévő emberek közül ki az, akinek az felsoroltak közül egyik se kell? Tehát, hogy nem azért jött, hogy nyerjen. Aha. Na, ja, itt vagy előre. Egyet csak találtam. Az szimpatikus. Semmi nem szimpatikus. De a törökországi út. Ugye? De hát azt mondta a Balázs, akkor a felsorolásból valami mégiscsak kell. Hát nem tudom, én csak miattatok jöttem ki. Te rendes vagy, de jó fej a beszéd, még ha nem is igaz, ez abszolút jó lesz, elhisszük, és ez már jó. Akkor őt ne engedjétek regisztrálni, jó? Ő nem akar nyerni. Az egyébként kifejezetten jó lesz, ha miattunk jöttél. Ahogy egyébként tegnap is jeleztem, egyébként maga az út az egy olyan szállodába vezet amúgy, amiben Balázsék eddig csak azért nem mentek el, mert úgy érezték, hogy nagyon ronyrázós. Micsoda, hogy mi? Hogy a szálloda, ahol majd el lehet tölteni ezt az időt. Balázsik nagyon ronyrázósnak találták azt a szállodát, és ezért nem foglaltak szobát. Az de még neked is drága volt. Te láttál képeket erről a szállodáról? Nem, láttam. Ja, azt hittem, valamiről lemaradtam. Törökországról se láttam. Ja. Én az egri csillagok óta nagyon be vagyok rágó rájuk. Hát azt nem csodálom, itt voltak 150 évig, hát most miért menjünk még oda hozzájuk? Hát persze, azért a Szulajmán sorozatról nem is beszélve. Amit akar, egy ország nézi egyébként. Igen, egy ország nézi, és rá, de most volt ugye nagy Szulajmán találkozó. Tehát már van ilyen. Micsoda? Aki hasonlít, az menjen? Nem, nagy, hogyha a Szulajmán barátoknak az országos találkozója. Sőt, lehet mondani, hogy világtalálkozó, mert nyilván nem zártak ki senkit. Ez amit a Bogár találkozó, meg a kis kozva. Ha én Szulajmán néző vagyok, akkor elmehettem erre a találkozóra. Akkor... Igen, klubbá tömörülhettetek. A beengedő egy kérdés volt a sorozattal kapcsolatban, amit nem válaszoltam meg, akkor nem engedtek meg? A beengedő ez egy 140 kilós eunuch volt. Egy gyermekkorában távolították el a herét, miután elrabolták egy keresztény országból. És mi történik ezen a Szulajmán találkozón? Tehát ott megbeszélitek a sorozat kulisszatitkait, isztok egy török teát, és esztek egy baklavát, és hatalmas nagy LED TV-n nézitek a Szulajmán vadonatúj sorozatát, vagy az új részeit, vagy mi történik? Hát ilyen, én gondolom, találkozom. Ilyen hárem hölgyeknek öltözött kedves nyugdíjas van. Ülnek az asztalnál, kevergetik a cikória kávét, és ahogy mondod, eszégetik hozzá a baklavát. És pikádóval dobálja Kolosi Pétert, amikor leszedette tavaly, ugye, össze. És ilyen homlokába állítja be. Az egyhetes Szulajmán extra Szulajmán nézést kap ajándékban. Sztár vendég volt, nem tudsz róla? Tehát a sorozatból valakit azért meghívtak. Nyüzüngüzű a... másik. Ja, nem, az másik, az másik. A nyüzüngüzű az a másik, igen. Én nem tudom, ki húzó nevek vannak ebben a Szulajmánban. Aki nézi, biztos ismeri, hát Törökországban ők biztos nagy sztárok. De, igen. Hát meg most már nálunk is, de számomra kiejthetetlen nevű színészekről van szó, úgyhogy nem is futnék neki a dolognak. Érdemes egyáltalán belenéznem? Persze, mindenképpen. Mert egy nagyon jó korkép az ország jelenlegi mentális állapotára. Néz itt valaki Szulajmán? Tessék őszintén. Na, de most őszintén. Na, jó, nem ám kamuzni. Na, jó van. Várjál, megvan, gyerekek, csókom drága. Többen nézik a Szulajmánt, mint amilyen ilyen miattunk jöttek ma ki. Hello, te nézel Szulajmán? Igen, nézem. Ki a kedvenced belőle? Bárkit mondhatsz, azt sem tudom, ki van benne. Az a vöröshajú fogadjunk, aki ármánykodik. Nem.
Üzbük, türkü vagy bürk? Nem, hanem a Szulejmánnak a húga. Ja! Szulejmán húga. Szulejmán húga. DJ? Hogy hívják? Hát DJ. DJ, hát DJ, 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 hát DJ, hát DJ, játszál valamit. Milyen modern sorozat, DJ-nek hívják a Szulejmán húgát? Mondom, micsoda. Milyen jó kis. Szereted egyébként jó sorozat? Bírod? Hát megmondom őszintén, csak félig meddig nézem. Ugye? Most már abban. Most már jövünk. Ugye, ugye, meg tök kiábránító, hogy ott van a Wikipédia, és elolvasod a végét. De most kíváncsi voltam, hogy mi lesz, úgyhogy megnéztem az utolsó részt. Na és mi volt? Hát, ki, hát nem úgy történt, ahogy képzeltem. Utolsó? Mi meghalt? Vagy mi történt? Ne is kész mondani. Ne, így tanultam. Meghalt? Vége van? Nyári szünet hát lesz, gondolom. Hát a Szulejmánnak a felesége fölakasztatta a hárem hölgyet. Azt na. Hitte, hogy, ha valaki egyre jobban ő tetszik. Ő az ágyas közben, nem is ő. Wow, nagyon jó. Ő székes volt, világos. Két nő harcol egymással. Nagyon szép. Kötelek, minden. Azok kedvéért, a kedves hallgatóink kedvéért mondjuk, akik esetleg még nem látták ezt az utolsó részt, hogy bocs. Igen. Bár azért a történet végén ismerős lehet, igen. Tehát valamikor ezt még talán tanultuk is. Na jól, nézzük az SMS-eket, mit írnak nekünk drága hallgatóink, akik ilyen korán fent vannak már, és itt vannak velünk. Azt mondja, hogy Anna ír fel, léci a törökországi sorsolása már most, kedden megyek érte. Van, aki egyébként ezt biztosra veszi, hogy ő nyer. Jaj, gyerekek, Janit láttam zuhanyozni, távcsővel figyeltem, de nem láttam semmit. Peti küldte nekünk. Lesz Walking Dead találkozó is. Ó, ott mindenki zombinak öltözik, majd a Walking Dead találkozom. Hát igen, ugyanezek a nénik mennek el, csak smink nélkül. Az jó. Iza úra találkozó nem lesz, oda elmegyek én is egyébként. Lucilia Santos, hogy hívták? Lucilia Santosnak így van. Öltözöm. Így van. Nagyon fogok bungee-tani, felveszek egy hosszú fekete parókát, meg egy Halloween-et. Elmegyek Lucilia Santosnak. Így van, a Matolcsi család dél-amerikai oldalága. Igen. Na, azt mondja, hogy Bali bögre, pacsi. Nagyon szép bögrécske. Anikó írt. Anikó, hol vagy? Hello, Anikó. Csáho, szeretnéd a bögrét? Jó, te írtad ezt először, úgyhogy megkapod. Jó, de csak 10 óra után, mert addig iszom belőle. Azt mondja, hogy na Feri, épületen belül vagy kívül van az automata? Ez eddig nem derült ki számomra, Zsófi kérdezi. Uh-huh. Akkor eláruljuk, hogy kívül. Nem tudom, ezt miért rajtad kéri számon, de akkor te mondd el neki, hogy ez kívül. Gondolta, hogy én már megnéztem. Biztos, igen, kívül van, konkrétan kívül van. Ja, mert valószínűleg, mert a héten én vetettem föl, tudod, hogy akkor belül bent leszünk az épületben, vagy kint leszünk. Igen. És hát kint vagyunk. Kint vagyunk. Reggel 5-kor egyébként még bent volt, csak a technikusaink letolták róla a Győr plázát. Igen, igen. Szóval, hogy kint vagyunk, igen. Hello, Bonnie, itt vagyunk a kislányommal, nyerni szeretnénk, hajrá! Ki hol az? Vagy? Hello, ciao, itt az első sorban. Sziasztok. Hoztad a gyereket is, hogy áldozatnak tűnjen. Mi szegény, még aludna, persze. Ja, gyermek, csak azért jöttem, hogy játszhassak. Apa, menjünk haza, kérlek, nagyon melegen van. Nem áll most, csak kell föl kislányom, hogy feldolgozni a látványodat. Nem, az nem lehet ott, Balázs. Nem merek oda nézni. Azt mondja, hogy mit írnak még a hallgatóim? Margó is elkérte a poharat, hát Margó akkor úgy néz ki, hogy ez már nem megy. Hát vagy megegyeztek két fél pohár. Hát igen. Ennyi. Így van. Azt mondja, hogy van, aki már játszani szeretne. Gyerekek, ne jelentkezzetek most SMS-ben, mert tudjátok, ha kitelepülésünk van, akkor mindig a helyszínről választunk játékot. Érez magában valaki erőt, hogy legyőzöm bennünket fekete-fehérigen nemben? Tényleg? De a hölgy is elsősorban fekete-fehérben. Mennyien, így van. Azért még nem jár egyébként nyitogatás, csak egy sima ajándékcsomag. Az meg már ilyenkor nem is kell annyira. Mi? Ugye? Leértékelődött az ajándékcsomagunk. Érdekes, hogy négyen jelentkeztek. Igen. A többiek már borogatják a csomagautomat. Igen, a LED TV-nek egy elég erőteljes és elszipkázó hatáson, úgy érzem. Igen. Most végeztünk a melóval, büdösek és mocskosak vagyunk, de nem hazamegyünk. Gyertek, végre emberek, akikkel azonosulni tudunk. De nem hazamegyünk, hanem a plázához hozzátok. Itt vagytok már? Nem, azt mondja, de ő is büdös. Ja, király! Igen, hello csajok, mindjárt érkezik a Feri. Ismeritek, akik írták az SMS-t? Amúgy nem. Csak ti is jöttetek. Melóból? Igen. Na melyik, milyen melóból? Hát a DS-mész, dobozgyárba voltunk. Éjszakai munka? Igen. Azt a mindenség. Mi hajtogatsz, vagy mit csinálsz? Minőséget nézünk. Ja, hogy szépen a doboz. Aha. Igen. És azért éjszaka, mert a dolgozók miatt nem lehet nappal bemenni, nehogy esetleg valami nem, hát két műszak van, folyamatosan járunk. És meddig dolgoztok ilyenkor? Hát most csak nyáron, mert tanulók vagyunk amúgy. De ha úgy értem, hogy hány óráig, hajnali? 5-ig? 12, aha, este 6-tól reggel 6-ig. Azt a mindenségét. És jöttünk legyőzni titeket. Fekete-fehér, igen, nem? Persze. A mindenit, lányok. 12 óra után. Az bátor. Bátor. Az erős. Igen. Az erős.
De látom, enni adnak, mert kicsit leetted a cicidet, csak mondom. Hát igen. Jó, nem azért, hát ezt most csak mond, szól az ember, hogy mégis majd cserélj pólót a következő műszak. Fogok. A Ferinek nagyon jó szeme van egyébként az ilyesmi. Azonnal rá tudok így menni van, van. De legalább előtte valamilyen szinten megvolt a szemkontakt is köztetek, vagy pedig rögtön cicire ment a Feri? Nem, néztem a szemét, gyönyörű fekete. Ja, de kék. 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 Na jól van. Oké, azt mondja, hogy munkahelyet jöttem hozzátok, ezt Szandi írta nekünk. Érzitek már, mindenki kicsit elkezdte nyomni a munkahelyet. Otthon három gyerek sír, de én itt állok. Beteg édesanyám ápolását függesztettem fel azért, hogy itt lehessek veled. Igen, csak hagyj nyissak egy rekeszt, már itt se vagyok. Igen, két gyermek és a beteg édesanyám vár otthon, de én itt vagyok. Jaj, Istenem, nem látok sajnos a tömegben, mert a műlábaimat sem csatoltam fel. Annyira siettem. Persze. Na, azt mondja, hogy hello, itt vagyunk az ajkai csajok pusziával. Igen, látom. Kollégáim elláttak feladattal. Jani, a te poharadat kérik, fanatikus rajongók nem engednek melóba, ha nem viszem. Haza kell érte ugranom, de nagyon szívesen. Igen, János, az a baj, hogy csak ilyen műanyag poharakból iszza a kávét, nem trembögrézel nagyon. Nem, az a baj, hogy nagyon sok a promóciónak az éves költségvetéséből nagyon sokat vitte a Balázsnak a Ming korabeli porcel bögrét, és ezért Ferinek és nekem nincs saját bögrét. Ez eredeti Han dinasztia, csak mondom, hogy tényleg rohadt ráka volt. Na, oké, elmentek ti a Csáma, írja valaki, mit fikáztátok a Szulejmát? Szereti. Na, hát jó, így van. Hát főúszta magát. Na. Jó van. Na, fél hét van pontosan, drága hallgatók, meghallgatjuk a híreket, jó? Egy negyed órában körülbelül, és utána jövünk a játékkal, ne pazaroljatok arra SMS-t, hogy írjatok nekünk, mert a helyszínről választunk, jó? Jó. Mindent elmondunk, 7 óra után megkezdünk nyitogatni, úgyhogy egy pici szünet, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Egy jó kis Nickelback után itt vagyunk 6 óra múlt, pontosan 50 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Rockzene szól és rezenéstelen arccal ülsz, Jani, tényleg hosszú lehetett az este. Hát, a Nickelbacket és a rockzenét összekötni... Igen, mostanában már egy kicsit nehezebb. Meredek, de most azt gondolom, hogy a legutóbbi albumon ez az egyetlen számomra is hallgatható nóta. Megmutatták, hogy ők valamikor rockzenészek voltak, nem? Meg. Vagy legalább próbálkoznak. Érte, valamilyen okból kifolyólag csúnyán beégereztek, és elfelejtették, hogy mostanában már csak a háziasszonyoknak írnak egyébként slágereket. Ők veszik a lemezt, tudod? Meg ő megy koncertre. Rájöttek. Ebből lehet keresni sok pízt. Igen, olyanok, mint a Hooligans, nem? Régen játszottak ők is keményzenét. Na, mintha csak a kis Endit hallasz. Figyelj, valamiből élni kell nekik. Figyelj, van az a zene, amit játszanál szíved szerint, és van az a zene, amit hallgatnak, nem? Tehát, hogy... Azt otthon a négy fal között anyunak elgitározott, hogy ilyet tudnék, igen. De nem. Ha szerencsés vagy a kettő találkozik, ha így kevésbé van. Szerencsés, akkor pedig ki kell szolgálnod a piac igényeit. Na, azt mondja, hogy nézzük gyorsan a közlekedési híreinket, mi a helyzet az utakon. Ugye itt vagyunk Győrben, méghozzá a Győr pláza előtt, de hát azért az országban zajlanak az események mögött, mellett, alatt, fölött, megtaláltok. Óbudán a Vörösvári úton elgázoltak egy gyalogost, és a Vörösvári út le van zárva, a Bécsi út felé hatalmas lesz a torlódás. Éva, köszi, hogy elküldted. 85-ös Csorna körforgalom vasút között Sopron felé haladókat Fejér Szeádból mérik. Amatőr fotósok profi géppel, úgyhogy mindenki vigyázzon. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Budapesti alsó rakpart még a szokásosnál is lassabb a haladás, valamint az M7-es 141-es kilométernél a Balaton felé ott is mérnek. Úgyhogy mindenki menjen lassan. Na, mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Rita, hello Rita! Sziasztok, szia Rita! Hello Rita, honnan jöttél? Ciao. Én idevalósi vagyok, Pérről. Na,
Itt van 15 kilométer. De nem mondta, hogy ide valós, hogy ez Győr. De itt van az is. 15 kilométer, igen. Itt van a szomszédban. Hánykor keltél, hogy itt legyél? Hát 4:30-kor keltünk fel. Tényleg? Igen. Csak azért, hogy ma itt legyetek? Igen, nagyon szeretünk volna. Nem a játékkedvéért, hanem hogy lássunk benneteket élőben. De drágák vagytok. Kivel jöttél? Már mondtad, hogy többen jöttek. A párommal. A pároddal. Igen. Uh-huh. És akkor ma kivettetek egy Szabit, vagy nem is dolgoztok? De, majd innen megyünk dolgozni. Mit csináltok? Hát én egy vállalkozásban dolgozom ügyintézőként, a párom meg területi képviselő, és 8:00-kor kezdünk mindketten. Hát akkor még egy kicsit tudtok maradni. Igen. De látod, már megértem, mert hogy kiválasztottunk. Igen, kész csoda, nem is gondoltam. Utánam jöttek, hogy van-e kedvem. Hát az van, csak hogy tehetségem van, az majd kiderül. Hát figyelj, az már mindegy igazából. Tehát a lényeg, hogy kiválasztottunk. Kivel játszanál, Rita? Jonival szeretnék. Na, legjobb választás. Olyan jó szívű. Mindenki játszott a héten, Jani. Ne mondd ezt, hogy te játszottál. Közös fotó, fekete-fehér, igen, nem? A hétvégét is együtt töltjük? Mi van már? Igen, már mindenki játszott a héten, úgyhogy jó vagyunk. Rá, ahogy szoktuk volt mondani. Igen. Na, menjünk? Igen. Na, most még bátran igenezhetsz. Na, akkor 3-2-1, tessék. Jani, tudom, hogy te is nagyon szeretsz sportolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az utolsó a sport, amit végeztél, vagy űztél? Egészen pontosan tegnap a zuhanyzónak a keretén húzóckodtam. Ez volt a legutóbbi sporttevékenység, amit végeztem. Miért nem ment? Miért nem mészte a jó? Megmondom miért. Mert tökre teszed azt a gyönyörű keretet. Mit akartál volna kérdezni? Hogy miért nem ment inkább be valami konditerembe? Igen. Mink az uhányzója húzockodni. Szoba gymnél nincsen semmi sem jobb és olcsóbb. Rita, hát ott volt. Ott volt a tiltott. Ott volt, igen. A tiltott szó. Igen. Ajaj. Ki készültél? Igen. Konkrét kérdés volt, minden. Igen, Rita nagyon elkészült erre a dologra. Mennyi volt? 20 perc? 20 másodperc? 30 körülbelül, ugye? Hát egy 20-acska már hosszan kérdezett Rita, aztán Jani mire elmondta, igen. 20 körülbelül. De abban a 20 másodpercben benne volt az is, hogy a férje területi képviselő, 4:30-kor keltek. És hogy lehet a fürdőszoba törölköző szállítón húzockodni. De minden megtudtunk megint. Na, de természetesen ilyenkor, amikor kiterepülés van, nem megy el senki innen üres kézzel. Tessék, parancsolj. Köszönöm. Nagyon szépen. Még ha üres is fogad, szeretettel így van. Így van, gyönyörű szatja van. Nézd, milyen rendesek, hát megtapsolnak a győriek. Ó. Aha. Na, kíváncsi vagyok, majd ha valaki megnyeri a török utat, akkor is lesz ilyen taps. Ugye? Vagy akkor nincs hangulat. Jó, ezt kapjátok el, ott megy, el lehet tőle venni a borítékot. Itt voltatok, vagy vagytok, és gyertek máskor is, nagyon szeretünk benneteket így Győrbe. De drága vagy, köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hello. Várjuk a lehetséges szponzorok jelentkezését a promóciós osztályunk nevében. Jel. Így van. És további lengén öltözött lányokat így játékra. Nagyon lengén öltözött jó, lányokat. Egy után már zavaró tud állni egyébként. Nekem hosszú idő után csak. Nagyon hosszú idő után. Úgyhogy sokáig kell, hogy zavarják. Igen, én még abszolút jól bírom. Én is jól bírom, mert olyan régóta vagyok házas, hogy el se hiszem, amit látom. Ilyen is van. Yeah. Hol? Nem is emlékszem. Itt is. Azt a mindenségét neki. Na jó van, drága hallgatók, 4 perc, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a helyszínünk tehát Győr, ha valaki itt van a környéken, jöjjön nyugodtan, Győr, Vasvári Pál utca 1/A. Ez ugye a Győr pláza, itt van a mi kis csomagautomatánk, 7 óra után ugye már a szerencsésebbek, akik töltöttek, regisztráltak, bedobták, visszaadták, megtámadták a hostess lányokat, azok már nyitogathatnak is. Ugye csak a szerencse dönt arról, hogy ki nyithat, hiszen aki jött és itt van a helyszínen, azoknak regisztrálni kellett, ezeket mi összeszedtük, és a nyitás előtt mi húzunk, aki a sorszámát, nevét, lakcímét, anyja nevét, személyigazolvány számát hallja, megismeri, felismeri, odajön, és ő a szerencsés, aki húzhat. Tulajdonképpen minden a sors kezében van, mi nem döntünk semmiről, ti mondjátok, hogy hányas számot nyissuk, és igazából a szerencse azon ember mellé szegődik, akinek a nevét kihúztuk, mert hogy így döntünk arról, hogy kinyisson. Nem rámutatás alapján, mert csak a családtagjaink játszanának, hanem ugye húzunk. Úgy azért mégiscsak jobb. Így van, és ki boldogabban, ki kevésbé boldogabban távozik majd a csomagküldő automatától, mert egyébként mindenki nyerni fog valamit. Csak hát van benne egy-két kis turpisság, egy kis csalafint, a kis ajándékocska. Azok is aranyosak, nem igaz, és személyes. Így van. Nagyon személyes. Bizonyám, így van. Úgyhogy jövünk vissza, nem sokára pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Jani, gyere már ide! Hello! Kicsit magunkra vesszük, hogy azért miattunk is vagytok. Nem csak a csomagautomata miatt. Én csak magunkra veszem. Csak magunkra, például az előbb beszélgettem egy hölgyel, aki mondta, hogy a Balást azt ismeri, de hogy én vagyok-e a Jani, vagy a Jani a Jani. Ne. Tehát, visszajönök! Igen. Esküszöm, nem tudta, olyan aranyos volt, szerettem nagyon. Neked azt mondta, hogy nagyon szeretlek, Voga. Nagyon aranyos, és mondd meg a Lajosnak, most már hagyja abba. Igen. Szegény bocsit, mindig úgy bántja. Kezdj csókolom. Igen. Nem baj, a lényeg, hogy mindenki itt van, és itt vagyunk Győrben, remélem, hogy a két helyes gyermek itt az első sorban is megkapta, amit szeretett volna, mert már erőszakot alkalmaztak, Janin, hallottam. Igen. Jani, gyere már ide! Gyere már! Nem! Ide! Fotót kérek! Igen. Ezt kérek! És egyébként nincs is ezzel semmi gond. Nincs. Meg hát annyian szeretnek minket, hogy Balázs is az előbb utalt rá hozzám, és az előbb olyan tényén is mondta, hogy magát szerettem a legjobban, Józsika. Csak adj jobbá valami nyakbakasztod, vagy valami, mert agyon csapom itt a jobb kezemmel. Na, drága hallgatók, hát itt vagyunk Győrben, nagyon sokan írjátok, hogy jöttök még. És ez nem baj, egyébként ez nem baj, de mindenki számoljon azzal nyilván, hogy megjelennek a lovas rendőrök, ezek vagyunk. Egyrészt, hogy oszlatás lesz, kettő, hogy aki elvitte a csomagautomatát, hozza vissza. Igen, mert ez egyáltalán nem vicces. Ez már egyáltalán nem vicces, hogy elvitték a csomagautomatát. Szóval, hogy a szerencse dönt majd, ezt azért bele kell kalkulálni. Tehát gyertek úgy tényleg, hogy remélhetőleg nyertek, de azért számoljatok azzal, hogy a szerencse is egy picit mellétek kell, hogy álljon. A két gyermeket lassan elvezettetem, ha még egyszer bekopognak. Egy ideig még tudok beszélni, de egy idő után már kezd egy picit zavarni. Szóval, hogy a szerencse is kell nektek nyilván. Itt van a kübli. A doboz. Így van. Sajnos nem tudunk kimenni a stúdióból, ezért itt van egy kübli. Igen, és ebből sorsolunk majd. Hát előtte nézzük, mi a helyzet az utakon természetesen, mert az is fontos. M1-e 139-es és 140-es kilométer között a felüljáróról mérnek az őrök, akik soha nem mentek még gyorsan. A Pest felé vezető oldalon vigyázzatok, Gyuresz küldte nekünk. 11-es úton Szentendre városkapunknál fotóznak a rendőrök. Timi küldte nekünk, valamint baleset történt a 31-es úton. Szent Nártonka és Tápió Szecső között, a rendőrök már a helyszínen vannak, kamionos Zoli küldte nekünk, valami Győr felől, a határ felé trafi a 139-es kilométer kőnél. És hogy a Győr plázánál torlódás van, azt senki nem írja meg? Mert a smafu? Az nektek egy semmi? Ó, azért van, csináljunk egy fotót, hogy mennyien vagyunk. Rengetegen áldogálnak itt, ugye egy parkolóban vagyunk, és a parkoló azon része, ahol mi vagyunk, az tulajdonképpen dugig van. Dugig van, tehát Berecki Zoli boldog lenne, ha ennyien lennének egy nyitott koncertjén. Úgyhogy egy ingyenes Berecki koncerten, ha ennyien lennének, komolyan a Zoli, szerintem már madarat lehetne vele fogadni, tényleg. Úgyhogy nagyon sokan vagyunk, és hát nyilván azért persze be tudjuk személyes varázsunknak is. No. De gyerekek, hát tele vagyunk ajándékokkal, és ezeket mi szeretnénk odaadni a drága győri hallgatóinknak. Ha valaki elviszi elsőre a fődíjat, nagyon csúnyán össze fogunk veszni. Nem ér megölni a bulit. Nem ér megölni a bulit. Jó? Tehát nincs olyan, hogy elsőre kihúzzuk a törökországi utat. Tehát azért abban maradjon valami dramaturgia, hogy 9 és 10 óra között. Így van. Na, ne öljétek meg egyből a bulit. Van. Szerintetek feleslegesen készítette a szerkesztőnk ezt a rohadt forgatókönyvet? A végén kell lenni a katarzisnak! Igen. Aki 7 és 88 és 9 óra között kihúzott törökország jutott, óvunk, valamit találunk, hogy ne adjunk oda. Na, sokan írjátok nekünk, hogy itt vagyunk Budapestről, drágák vagytok, köszönjük, most indulunk Ráva Pordányból, srácok, tartsatok ki. Kitartunk, mindenféleképpen 10-ig itt vagyunk, gyertek, hogy minél előbb itt legyetek. Jani, dob-e a malacba, kérdezi valaki, a kitelepülésekön eltekintünk ettől, mert itt autogramban, azért. Dedikáláson, aláírás van, tehát most nem kell malacozni. Meg már a malacot is odaadtuk valakinek. Vidáman mondogathatom, hogy jaj gyerekek, végre egy nap, amikor kiélhetem magam. Hétfőtől újra spórolunk. Egyébként milyen jó ajándék lett volna, nem? Lehozni a malacot. Nem, figyelj, tegyük be a malacot úgy, hogy december végéig mi gyűjtjük bele a pénzt, és akkor kapja meg, aki nyer. Az jó. Fölajánlhatnánk, nem?
Azért az nem gyenge. Azért mondjuk, nagyon sok pénz lesz. Ha, mondjuk igaz. És egészében majd számolgat. Abból okay. akartam elvinni a stábot Magot. Vacsorázni. Igazi nagy vonalú vagy. Gyerekek, a parcsébe 6000 forint van mindenkinek egy gyirosz, meg egy limonádé. Jó. Ha jól számolom, még marad 65 forint. Jani, valamit? Igen, nem rossz ötlet, berakhatjuk. Tehát annyi ajándékunk, amíg adjuk oda a malacot. És amíg, igaz. Azért az nagyon vagány. Vegyem le a bal kezemet, érted? Hát ne, a zsűl bal kezem. Ja, adjam oda a zsűl jobb szemét. Hát nem, már csak egy van, egy a van. A zsűl, ma nem sok minden van. De ez nagyon menő lenne. Egyébként gyakorlatilag egész éven keresztül egy olyan hosszú távú projektet adnánk egyik hallgatónknak. De ez még a mi malacunk. Utána számolt a fejbe. Igen, hogy marha sok lesz egyébként. Aha. Meg az a mi malacunk. Cseréljük el a török útra. Az egyébként nem lenne rossz. Na, azt mondja, itt vagyunk a temetőnél. 5 perc, és ott vagyunk, a bögréket készítsétek. Sokáig nem leszünk, mert nem tudunk kimenni. Melóznunk kell. Peti küldte nekünk. Azt mondja, hogy szívesen találkoztam volna veletek, de mormota vagyok a fiammal együtt, az uramat viszont bezavartam hozzátok, és üzenem neki, Lajos, üres kézzel nem merjél hazajönni. Ezt Merci írta nekünk. Ez egy valós SMS? Merci? Nem, Merci nincs itt. Lajos, ott itt a Lajos, várjál, oh, megyek, itt van. És tényleg ott a Lajos. Lajos. Merci alszik a gyerekkel, de kiküldte Lajos. Lajossal azért egy mondatot mondjuk. Lajos, hát neked se könnyű az életed. Igen, na, állj! Most te vagy a Lajos, akinek van ma Merci nevű barátnő. Ja, nem, nem, azt mondja, mit nem mondod? Nekem Merci az autónak. Igen. Szevasz, Lajos. A feleségem küld az SMS-t. De nekem ő Merci küldte? A feleséged. Aha, igen. Azt a mindenit. De mosolyogsz, még boldognak tűnsz. Mióta vagytok hogyne? Együtt? És ma 3 éve vagyunk házasok. Ja, hát azt mondjad már. Szép, figyelj, szép. És otthon durmol, és azt mondta, hogy öltöző, mész, nem jössz haza üres kézzel. Tényleg? Hát röviden igen. Nem de jött, amúgy is jöttem volna. Úgy. De azt mondja, nem egyszerű azért, nem? Tehát hát ő nem, kiadja nem. A parancsot, akkor menni kell. Persze. Azért vagy ilyen bátor, mert sokáig alszik. Azt mondja, nem egyszerű. Persze. Annyit mondok, Lajos, nincs ajándék, nem ismerlek. Nincs ajándék, nincs szex, de az éppen se. Hallgatom az adást, a 10-ig nem nyersz, lecseréltetem az árakat, bejönni már nem tudsz. Gyermek is van? Igen. Két és fél éves ővel alszik most. Hánykor keltél? Én 5-kor. 5-kor. És mikor adta ki a parancsot? Ma reggel kezdett el bögdösni, hogy indulj, Lajos, indulj? Vagy már tegnap este tudtad, hogy... Hogy vetette föl? Vagy tegnap este. Mit mondott? Hát, hogy jönnöm kell. Vagy csak az ajtóra mutatott. Igen. És otthon egyébként bevásárlás, házi munka szintén, Lajos? Hát, hogy néha. Néha? Igen? Hát, te csinálsz mindent. Nem, néha. Néha csak. Mi a bűnti, ha nem csinálod meg? Popsizás, kukoricára térdepel, és mit kell csinálod? Mert Merci keménynek tűnik. Semmi? Ennyi az nem komoly a helyzet. Ennyire nem komoly. Na jól van. Oké, töltöttél, regisztráltál? Hogyne. Jó van, figyelj, ha 10-ig esetleg nem nyersz, találunk valamit, csak hogy ne váljatok okay, el, jó? Mert az SMS írója alapján Merci azért nem lehet egy, nem lehet egy egyszerű teremtés. Mindenképpen küldünk valamit, csak nehogy ide jöjjön. Jó valós, köszi, hogy jöttél, drága vagy. Merci pedig csókoltatjuk. Ez nem egyébként egy tipikus ilyen, hogy hívják egyébként a Merci alszik. Tudod, mint a rajtunk keresztül üzenne valami. Valaki a Merci alszik, 2 héten belül szétdobjuk a csehekné fog a piacra. Igen. Engem a főnököm nem engedett el Szabira, nem tudok ott lenni a plázánál. Pedig úgy ennék egy kis kínai kaját is. Igen, ezt jó csinálják itt, vagy? Recepción dolgozom este 8-tól reggel 8-ig, lassan lefordulok a székről, mennék hozzátok, de Sopronban vagyok. Hát az egy nagyobb túra azért, így van. Na, itt dolgozom, tőletek 1 kilométerre nem láthatlak titeket. Puszi, Marci, Marci kitartás. Ha hallani, hallgatsz minket, már az is nagy öröm nekünk. Köszönjük szépen. A feleségem beadja a válást, mert itt vagyok. Írta egy hallgatók. 61-es az SMS vége. Na. Kiírta, szintén picit terhelt. Az viszont na, te vagy. Tényleg? Na, gyere csak egy interjúra. Nézzük meg, ki a keményem. Hát, mindenkit nem nyertet. Merci vagy a te feleséged a keményem. Gyere közelebb, légy szíves, mert egy korlát van közöttünk. Én csak a felét akartam volna megismerni. Nagyon szépen köszönöm. De most ez se a te SMS-ed? Nem, de mindenképpen beadok. Szevasz, Rákóczi Ferenc. Nagyon szépen köszönöm, Csáki Peti. Köszönöm. Szevasz, Peti, én örülök. Nagyon nagy vagy, hogy minden SMS-e bejelentkezel, hogy vagy a feleséged írta, vagy te írtad. Nagyon jó arc vagy, igen. Én csak a Ferit szeretem volna megismerni. Óriás csalódás, bocs. Csak te mondtad, miért? Most miért?
az a jó, váratlanul gyomrost bevinni egymásnak, azt szeretem a legjobban, amikor az ember kiszolgáltatott, nem számít rá, akkor hátulról, hogy jó nyakon vágni. Az a legjobb. Na jó van, gyerekek, nézzük meg ezt a csomagautomatát, ugye? Jó, nézzük. Húzzunk egyet, mert jó pofáskodunk, persze, meg gondoljátok, hogy de aranyosak, de helyesek, miért nem maradnak már csöndbe, és húzzák ki nekem inkább a törökországi utat. Istenem, már pont nincs rá idő majd a következő órában. Kutyafáját, hogy zerét kell indítani. Na, húzzunk egyet, jó, nézzük meg akkor, hogy ki a szerencsés. Aki megismeri a sorszámát, vagy a nevét, az már ne is ide hozzánk jöjjön, hanem ne. Induljon el a, még egyszer mondom, nagyon durván, nagyon mélyre lebetonozott csomagautomatához, jó? Zavarjátok el körülötte a jamaikai srácokat, akik azért mentek oda, mert nagyon zöld. Hesegessétek el onnan őket. Jó, úgyhogy oda gyertek, mert ott indul majd a húzás, megnézzük, hogy melyik sorszámot mondja, kicsit beszélgetünk vele, úgyhogy nem is kell ide jönni. Jobbal vagy az üveg stúdióhoz, tessék? Jobbal vagy ballal. Úristen, de jó feeling. Nekem tök jó, hogy nem nekem kell húznom. Emlékszesz, mindig a fődíj sorsolásánál mindig megkérdezték a tombolát. Jobbal vagy ballal. Annyira tombola. Annyira tombol, és akarod csinálni? Persze. Jó. Ne csináld, egy szeret, száz után. Nem jó szeret. Nem, hagyd mindenki a gyűlöli. Csinálja csak. Figyelj, tesz, annyira, várj. Na, húzz egyet. Jobb kezem, mert nagyon csúnya dolgokat csinálok, hogy legyen a szűzba. Jó, csak mondom, bármilyen turpiság van a húzásban, a Vadon család hozzátartozói ki vannak zárva a játékban, jó? Nem akarom, mint Mónikát, a lányodat felbukkanni. Mónika vagyok, 43 éves, Lőrincről jöttem. Szia, anya! Igen. Jó? Láttatok parkolat? Igen, átolálok. Jó, hogy ki volt akarítva, nehogy koszunk legyen a lett tévé. Na, húzzunk egyet. Csak tegye föl a kezét, aki megvan, hogy lássuk, hogy elindult az automatához. Jó? Ne tedd föl a kezed, az a turpisság lenne, ha most jelentkezel, így van. Mert hogy még nem húztunk, mert ha megvan, akkor mi is elindulunk, és akkor nem húzunk újat. Jó? Nem baj, ha még ma kihúzod János egyébként. Várja, csak arra várok át, ha valaki, mit tudom én, még megpróbál befolyásolni. Valamivel? Mit tudom én, kirakja az ékszereket, tudod, a családi. Igen, a családi ékszereket, okay, és az edénykészletet. Na, megvan az illető. Mondd a nevét. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy elfogadom a classfm.hu oldalon közzétett játék. Ja, bocsánat. Nagyar. Azt mondja, csak a nyomtatottat. Figyeljetek, remélem nagyon jól olvasom. Rajta van a beceneve is, rajta van a címe is, rajta van a telefonszáma is. Remélem, hálás lesz. Hívjuk föl, mondd a számát. Adásban. Azt mondja, hogy figyeljetek! Santúr Varga Kitty! Hoppá! Kitty! Á, Kitty! Hol vagy Kitty? Tett fel a kezed, Kitty! Ott van Kitty! És egyébként, ahogy látom a címből, ő Szlovákiából jött el azért, hogy játszhasson velünk. Kitty! Még most tapsoltok, mi? Na, most még örültek, majd ha elviszi a török utat, akkor... Nem hiszem el! Tetszik örülni neki, hogy a Kitty játszik? Nagyon, igen. Miért, rokon? Nem, nem is ismerem. De rendesek ki. Nagyon, ez a jó hozzáállás. Ez a jó hozzáállás. Ez a jó hozzáállás. Ezt a nevet hogy találtad ki, anya? Tetszett tölteni? Igen, igen. Nagyon jó. Tessék csak tölteni. Jó? És egy regisztrációs lapot is. Természetesen. Most Kittit eltüntették, tehát nem ért ide. Aha. Soha nem fog senki ide jönni, tudod, itt a tömegben valahogy mindig elteszik lábalól a nyerteseket. Így néz ki egy csomagautomata közelről. Aha, ez az. Ő az. Jó. Igen, nagy. De ő. Szép egyébként. Szép. Hello Kitty, ciao Kitty. Hello. Na. Kitty. Júj, milyen számot mondjak, ugye? Jó reggelt kívánok, először is személyigazolványokat kérünk. Útjokmányokat ellenőrzésre. Kittikém, hány órakor jöttél? Egyből reggel jöttünk, hát fél hétre értünk ide, fél mert hétre. Izsapról jöttünk, úgyhogy az olyan 20 perc, fél óra út. És én nem indultál fél hatkor, hogy hatra már nem itt legyél? Nem tudtunk fölkelni. Tényleg? Volt egy kis, egyébként hánykor kelsz? Hát, így szoktam kelni, nem volt annyira nagy alvó különben. Nem volt annyira megterhelő. Nem. Kivel jöttél, mondtad, hogy többet jöttetek? Ugoddal. A felsorolt nyeremények közül, ugye azért mi sokszor elmondtuk a héten, hogy mégis mit szeretnél, minek örülnél a legjobban, vagy mi az, ami vágyálom? Mi telefon. Hiányzik otthonról? Telefon. Mondjuk telefon az esetleg. Aha. De szeretlek ez, hogy nem a fődíjat mondtad. De nem, hát most miért azt? Nem kell a rögtön a legnagyobb. Annak. Azért tablet. Tévé, bicikli, törökországi út, személyes tárgy, bármi. Így van. Milyen foglalkozol egyébként? Eladó vagyok. Eladó? Hol? Milyen volt ez? A régi Kenvelo, amúgy Kenvelo üzlet volt, amúgy már InStyle Fashion a neve. Na, aha, nem teljesen van. Erre gondoltam, hanem hogy mit adsz el, de mindegy. Ruhákat. És egyébként jelezném, hogy 20%-os akcióval jelenleg. Mondanám, az áfamentes napok is közelednek.
Na, voltatok már idén nyaralni valahol esetleg? Még nem. Még nem. Hova még nem. Terveztetek? Ha... Nem terveztünk idén. Hát akkor ezen sürgősen változtatni kell. Nem? Úgy legyen. Legyen ez úgy. Így, hogy... Na, a megnyered is... a telefont, eladod, és abból elmentek nyaralni. Ja, tényleg. Így van. Elbiztos, hogy telefon lesz, lehet, hogy akár egy személyes tárgyat fogsz hazavinni. Annak is örülnél? Persze, hogy... Igen? Aha, mert egy klassz FM-es szalaggal átkötött, kiszívott marha csont is van. Nem baj. Sokáig főtt. Na igen. Ugye. Nem baj. Na, nyissunk egyet, én azt mondom. Na, jó, Kitty, nyissunk egyet, és... 13. De biztos? Várjál már, de tényleg, miért kell így rögtön rábökni? Hát ne rohanjunk így előre. 13-asat szeretnéd nyílni. Igen. Van valami különleges vonzódásod ehhez a számhoz? A szerencse szám. Aha. Hát figyeljetek, ne a méretből indulj ki, ez nagyon fontos. Mert ugye lehet látni, hogy egyik kisfak nagyobb, mint a másik. Meg hát ugye... Nem tudom. A kisfak nagyobb. A teljesítmény, Kitty, nem a méretben rejlik. Tudjuk. Na! 13-asra rábögtél. Legyen a 13-as. Mert hogy szerencsétlen szám, de hát a szerencsét hoz? Nekem általában szerencsét szokott hozni. Uh-huh. A péntek 13 is. Péntek 13. Már sokan félnek tőle, aztán mégis szerencsét hoz. Mi történt a legutóbbi biztos? Péntek 13-kor? Fú, már nem emlékszem olyan szerencsét. Úgyhogy, de általában nem szokott rossz lenni. Kijött egy fura arcú ember a tóból, azt legyilkolt mindenkit a nyári táborba. Szólunk az apró kicsi embernek, akit elhelyeztünk a csomagautomatába. Cseréld ki gyorsan, cseréld ki! Halló! Na, nyissuk ki a 13-asat, jó? Aha. Csomagom érkezett, írja nekünk a hostess lány. Ugye be kell írni a telefonszámodat és a kódodat, amit te megkaptál a postától. Egyébként gyerekek, ez egy baromi jó dolog. Nagyon beírod jó a telefonszámodat, beírod a kódodat, nyitsz egy kis rekeszkét, kiveszed belőle, leigazolod, hogy megkaptad, benne, aztán szerintem. Mész. Hát remélem valami jó. Valami. Reméljük, hogy valami jó. Valami, nem tudom. Értem már, tehát vannak nagy rekeszek, közepes méretű rekeszek, és kicsit te rányítottál a közepesre. Isten hozott a showba! Kérjük, vegye ki a csomagot a rekeszből, és az ajtót zárja na. vissza. Na nézzük, hogy nyílik-e. Halló! Halló! Engedd el belülről! 13-as, reméljük, tényleg nem szerencsétlen szám. Sic! Sic! Van itt egy fekete macska is. Egy törött tükör, egy létra és egy fekete macska van a 13-asban. Na várjuk akkor, hogy nyíljon ki. Most ahogy az? A Rózsa György mondta a szerencsekerékben, jelenem, azt nem ő csinálta. Kettes ajtó, nyílj ki! Ez melyik műsor volt? Volt valamilyen műsor? Szerencsekerékben, Rózsa, zsákba macska vagy mi volt? Ha kett, ha szerd a zsákba macska. Kettes ajtó, nyílj ki! És kinyílt, és ott volt mögötte valami. Na! Aha. Megérkezett közben. Azt a mindenségét neki! Nehogy visszacsukj, mert egy negyed órákban. Azt a mindenségét neki. Egy barna kartondoboz már is nyílik ki a csomag automata rekesz ajtaja. Atya úristen, az erőt nehéz! Minden ségit, ebbe vannak a macskakövek! Feri és Jani elviszi ezt egy asszalhoz, hogy letegyük, mert annyira nehéz, hogy igazából nem is nagyon tudjuk, hogy mi van benne. Kapunk egy kést, egy nyitó szerszámot, ollót, bármit. Tépjette. Jó. Van valami ollónk, vagy bármi? Igen, már érkezik is. Na várjál. Ezt megvárom, jó? Mi lehet benne szerinted? Nagyobbnak tűnik. Biztos az a Black Cat. Itt ugye minden termékünknek a doboza kint van. Az is jó, egy nagyon szép kis autós porszívó. Az jó lesz a fényemnek. Na, tessék. Vágd át. Ott van! És ha most látnák az a laptopot? Így van? Csak nem. Na, nézzük, nyitjuk a dobozt. Kitty is nagyon izgul, nyitjuk a dobozt. Így van. Nézzük, mi... Aja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 j
az se. És azon pedig egy kis iromány. Megnézem. Várj, addig ne nézz oda, előbb a Jani megnézi. Ne tudom. El neki. Így van. Így van. Hát. Örülni fogsz neki, rohadt nagy. Nagyon. Ugye mondtuk, hogy vannak értékes dolgok, kevésbé értékesek, amik szintén nagyon értékesek, és vannak általunk elrejtett személyes dolgok is. Így van, és te kihúztad Feri egyik személyes ajándékát. Annyi van a levélen, csak mutatom, hogy mutatom mindenkinek, Feri. Ennyi.
ennyi gyerekek. Hát, na most megmondjuk nektek őszintén, hogy rettent idő óta készülünk már arra, hogy mindannyiunknak van bent egy-egy személyes ajándék, hogy az igazán értékes legyen. Tehát egy olyan dolog, amit hazaviszel, és az arra úgy át tud hívni a szomszédot. Így van, persze, tehát hogy ne értsük félre, nem azt jelenti, hogy Feri tudott hazavinni. Arról sokat zabál, de legalább főzni tud. Hát de az igény azért volna rá, hogy szoktuk volna mondani, úgyhogy az én személyes ajándékomat tudom neked átadni. Nagyon praktikus most, ugye tudod, hogy jön ilyen 35 fokok jönnek. Igen. Egy jégkaparót tudok neked adni az autómból. Egyszer, tavaly decemberben kapartam vele jeget, tehát alig használ. Igen. Drága Kittiké, pont az így. Bekereteztessük. Nagyon jó. Annyira szimpatikus vagy, jó lett volna, ha valami nagyobbat nyersz, hát de mondtuk, igen, hogy ugye rajtatok múlik 1-20-ig, személyes ajándékot is lehet, kisebb ajándékot, nagyobbat is. Hogy? Hát, hogy itt vagyok, és megpróbáltam. Édesem, hogy vigasztalod már most magad. Mi lesz majd, ha mész haza az autóba, ugye gyűltök ketten a barátod, de miért a 13-as, vagy így van. Ez is jó. Kittiké. Emlék. De cuki vagy, örülsz. Gratulálunk neked, örülsz, jó? Örülsz te neki mélyen. A barátnő? Örül. Nem kér egy bögrét. Mondjad? Miért nem kér egy bögrét is? Hát ez nem kívánság műsor. Halló. Nem, az a garami. Hát most bögrét bárkit adhat. Így van. Jaj. Igen. Na jól van. Na mindegy. Én hát, jó. Ez van, jó? Ez van. És majd amikor rájöttek, hogy Balástól meg tőlem mit nyertek, na akkor már csalódottak leszek, hogy nem Ferit húzták. Kittikém, köszi, hogy itt voltál. Puszilunk, reméljük azért ez jó emlék marad. A szám az rajtad, mullott a 13-asat mondtad, úgyhogy akkor ez van, köszönöm, jó? Köszönöm szépen. Puszilunk, jó nyarat azért neked, nagyon szeretünk. Ciao, köszönjük szépen. Részvét. Érdesem, egyébként ne adjunk klasszos ajándékcsomagot, hello. De azért az megérdem. Na, tartunk egy pici szünetet, aztán jövünk húzni, gyerekek, tessék átgondolni, hogy ki melyik számot mondja, jó? Tessék átgondolni, hogy ki melyik számot mondja. Valami nagyobb ajándékot is el lehet azért vinni. Van elrejtve egy-két nagy ajándék, ahogy mondtuk. És kérik a biztonsági öröket, hogy nyissanak nekünk egy folyosót, a tömegben egy közben megverjenek. Na, egy pici szünet, aztán jövünk vissza már is. I created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Háromnegyed nyolc lesz, 4 perc. Adjátok vissza a Janit, meg a Ferit, Feri megvan. Itt vagyok, engem nem lehet csak úgy ellopni. A Janit adjátok vissza. Hello, Jani. Mit csinál? Dobj egy 100-ast. Édességet jó, teszik, most nézzétek már viszont meg. Tényleg. Hol van? A süteményes tálnál már hátul. Hát persze. Na jó van, drága hallgatók, érezzük ám a nyomást rajtunk, hogy persze dumálunk, meg játék, meg közlekedés, meg jópofáskodás, de gyertek, jöjjünk, legyünk őszinték, menjünk húzni, sorsolni. Ezt várják tőlünk, menjünk sorsolni. Nagyon szerettem az első hallgatót, nagyon szimpatikus nagyon volt. Szerintem már megy hazafelé, és már nagyon nagy vita van a kocsiban. Mondtam, hogy ne a 13-as. Feri jégkaparója. Feri is rohadjon meg, hogy ezt a szart tette bele. Meg egyébként nagyon sokszor el szoktuk mondani a műsorban, nagyon sokszor jelezzük, hogy mindenkinek nagyon örülünk, de annak aztán kifejezetten örülünk, hogyha a környező országokból érkeznek hallgatók is, látogatnak meg minket, mert ők talán egy picit többet is vállalnak, mint a helyiek. Így van, valaki írja, hogy gyerekek, itt voltam nálatok, már mennem kellett vissza Pestre, léci, ne húzzatok ki. Nagyon jó SMS-ek vannak, így van. Na, keverem, kavarom. Keverjünk, kavarjunk, húzzunk még egy játékos. Mi az? Aha. Feri beletörte a nem kulcsot. Nem én törtem bele már, így mi volt. Sorsolás, bocsánat, technikai okokból jövő hét szerda eső nap. Ez a buli meghalt, így van. Megnéztem, egyébként zsákba macska volt. Ha ketha szerda zsákba macska, kettes ajtó nyíj ki. Ez volt? Ez volt, a mester így mondta, elkezdte lepakolni a pénzt egyébként, hogy lefizesse a játékosokat, hogy ne nézzen be az ablak mögé, vigyel inkább a cash-t. Jó ide, jó. És ez a nagy klasszikus volt, a felül egy 100-as, alul pedig, hogy hívják, hogy írólapok összevágva. Na, 1000 forinttal már lefizethetjük a következő. 1000-essel kezdjük, gyerekek. Jó. Csak mondom, leteszem ide a telefonomat, nem ajándék. Látom ám, nézd el, ott van már egy telefon. Jut is, marad is, a Vikinek még van egy, van otthon kettő. Vigyétek. Na, húzzunk még egyet, csak hogy a hallgatók és lássák, hogy a sorsolás itt zajlik előttük. Jó, nehogy aztán összeesküvés elméletek áldozata legyünk. Aki újonnan jött, csak mondjuk tessék regisztrációs lapot tölteni és bedobni. Ez egy szerencsés kéz. Több 100 liternyi, sőt, köbméteri gulyást kavart meg ebben az életben. Jaj, mondd a nevet. Na. Ki az, aki Sopronból jött? Hoppá! Sopron hol van? Hoppácska, Soproniak! Szegény! Már Sopron! Győri!
Győri, hát, játékos. Fazekas, Judit! 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 Hol vagy, Judit? Már csak 2 másodperced vagy ideér, vagy újat húzunk. Egy elfogyott, húzzunk gyere, újat. Judit! Engedjétek is előre. Itt Judit! Hello, Judit! Ciao, Judit! Hello! Honnan jöttél? Itt Győrben lakom, de amúgy edelényi vagyok, egy éve költöztem ide, és itt dolgozom a plázában. Hoppá! De jó! Nagyon jó. Szomorú vagy most, nem hogy itt... Csak nagyon izgulsz, gondolom. Kicsit meglepődtem. Hmm, edelény meglepődtem. Nagyon szép hely. Így van. Az edelényi kastély, a földvár. Na de! Hogy majd nem. Adáson kívül mesélj róla. Ja, jó, valaki más. Ez a bajom, mert este ezt hallgattuk 3 órán keresztül, érted? Aha, mit gondolsz, miért nem mentem le? Miért aludtam inkább egyet? Na! Honnan jöttél, Judit? Mi a neved, Judit? Itt dolgozol. Mi az, amit szíved szerint elvinnél? Mire vágysz? Hallottad a nyereményeket? Az ember lehet, hogy külföldre menne, lehet, hogy telefonál, lehet, hogy laptopot nyerne. Te mit, Judit? Te minek örülnél leginkább? Hát én bármit elfogadok, amit az égiek nekem számítanak. Azt a mindenség. Szép töltet van mögötte. Hiszel ebben, hogy most egy kicsit a sors keze téged megsegít? Mindig hiszem ebben. Nagyon jó. Ez az előző játékosunknak kevésbé segített, bár egyébként lehet, hogy üldögél nézi. Köszönöm, uram, a jégkaparót. Köszönöm. Aha, igen, uram. A jégkaparó, de drága igen, van. Igen, akkor nehéz mit mondani. Tehát azt mondod, hogy mindent elfogadod, az égiek adnak, és benne nem mondjuk egy lábasban némi esővíz. Azt is az égiek adják, nem? Hát igen, az nem. Van kedvenc számod, vagy bármilyen, amit szívesen mondanál? Vagy ma fölkeltél úgy, hogy ha esetleg Feriék kiválasztanak, akkor nem mondhatok más, mint azt a számot azért, mert van ilyen? ENT kicsi gesztenye. Pillanatban fogom tudni. Hát akkor nézd rá erre a kis csomagautomatára, bűvöld, a széfeket bűvöld, a rekeszeket. A széfeket, ugye a régi beidegződése. Igen, a régi beidegződése. Jó kis széfjáték, de szerettem. Na mondj valamit, rád van bízva, 1-20-ig vannak ugye a számok, van amelyik rekesz egy kicsit nagyobb, kicsit kisebb, nem biztos, hogy erre kell hagyatkozni. Bármelyiket mondhatod, ha mondasz egy számot, azonnal nekiállunk nyitni. Melyik legyen, Judit? 7-es. A 7-es, a mindeni! Így van. Pont menjél el a fal. Ja. 27-es szerettem volna, de nincsen. 27, ezért maradt nehéz. A 27-es az nincsen. Biztos? Biztos? Az előző játékosunknál is ugye az volt, hogy ő kiszúrta magának a 13-ast, aztán nem lehetett lebeszélni róla. Kinyitotta, és mi lett belőle? Hát most nem akarom. Nagyon jó kis ajándék. Ja, jó most miért stoppolzokni, szerinted jobb? Bűvölöd a 7-es, nem is nagyon tudunk lebeszélni, nem mondjunk semmit, akarod a 7-est. Igen. Biztos vagy benne? A 7-es akart engem. A 7-es akart téged? De várjál, rád nézett és mondta, Judit. Aha. Igen. Tehát ránéztél és azt mondtad, 7-es. A 7-es van bent televízió, van bent telefon, van bent törökországi utazás, van bent mikrohullámú sütő, van bent rengeteg minden, de tényleg. És azt mondod, 7-es. Igen. 7-es ajtó. Nyíj ki! Azt a mindest! Remélem nem abban van a zacskós leves. Ábetyárja, de izgulok. Egyelőre nem sikerült elvinni akár mondjuk az okos tévét, vagy a törökországi utazást, vagy egy brutális okostelefon. Egyelőre egy Feri személyes tárgya a jégkaparó. Nyitjuk a 7-es széfet, rekeszt. Hozd ide. Egy doboz van benne. A doboz kisebb, mint az előző volt. A méretei alapján lehetne benne mondjuk 30 darab még megkenetlen, töltetlen palacsinta. És tudod mi ennek az oka, hogy ez kisebb doboz? Hogy kisebb? Kevesebb anyagból van? Itt sem volt a rekesz. Itt sem volt a rekesz. Na, ne nyissuk ki, majd már Judit azt csinálja. Judit, menj csak oda. Judit a doboz fölé hajol, bűvöli a 7-es számot, akár a törökországi út, a kávéfőző, a szobamérleg, a tévé, a telefon. Egy boríték. Okay. Csak azért, hogy megadjuk a módját, hogy kinyitottam. Na jó az, de már azon keresztül átfér a boríték egyébként. Oké, nyugodtan. Azért mondom, hogy sürgesselek, csak még látni akarom a gyerekeimet felnőni. Hogy, itt van egy olló. Már még ne nézd meg, Judit elvágja a másik oldalt is. Így van. Gyerekek, olyan jó lenne, ha már valami komoly ajándék azt nagyon, 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 hát nagyon, nagyon. Rengeteg sok minden is. És itt van. A boríték. Itt van a kezemben. A papír. És. És a reklám után megtudhatjuk, hogy na, azt mire mondja, számítasz? Hogy... Bármire. Ó, tényleg? De most komolyan? Balázs megmondja, hogy mi van benne. A nyereményed... Aja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 j
erre a nagy dobozra elcserélni. Mondom a hallgatóknak, akik nincsenek itt, hogy egy brutálisan nagy doboz van a csomagautomata mellett, és a doboz alatt is van valami. Ha úgy érzed, az úr súgta neked a hetest, tartsd meg. De azért hagyd legyek kis ördög a válladon, itt lehet, hogy valami nagyon nagy dolog van. Persze, az is lehet, hogy valami egészen bagatell, és elcserélsz valami nagyon durvát, és ki kellett volna tartanod a hetes számnál. Mi van, ha az ateistáknak van igaz?
Kitartasz a hetes mellett, vagy elcseréled a dobozmérete? Ne tévessze meg, lehet a alatta valami egészen kicsi is. Ki az a férfi, aki a Balázs háta mögött mutogat a dobozra? Kedvesem. Ajajajajaj. Na tessék. Ajajajajaj. De mi van, ha a dobozzal csak egy parkolóautomatát próbáltunk letakarni? Így van. És mi van, ha a kezemben a törökországi út van akár, és elcseréled? Marad a hetes. Igen. Hát akkor nézzük meg. Minden megtettem, hogy cseréld a dobozra. Nagyon szerettem volna. A hetem, a nyereményed egy felirat. Ó, ne már! Egy cumi. Vagy ez. Próbálok javítani a dolgon, hogy ez cumi. Majd elajándékozom valakit. Egy cumi. Egy cumi. Aha. Egy játszó cumi. Ortodontikus formájú babacumi. Igen, nagyon jó. A fogat nem fogja eldeformálni. Nagyon szerettem volna, ha cserélsz egyébként arra a dobozra. Nem véletlenül kérdeztem. Judit, sok szeretettel dedikáljuk neked ezt a cumit. Jó? És hát köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon nekibúsultál, Judit? Szépen. Nem, majd elajándékozom. Jó, van gyerek a családban? Minek ajándékoz valamit, akkor az égértől kap érte. Mi a pokorra kerülünk, ez már biztos, de reméljük, hogy te majd boldog pillanatokat szerzel valakinek egy cumival. Hát ezért kell rám hallgatni, drága hallgatók. Hát nem véletlenül mondom, hogy cseréljünk a mágikus dobozra. Igen. Mert ebben is van valami. Judit elcserélhette volna, nem tette. Hát nem tudta szegény, hogy mi van a papíron. Egyébként egy cuminak is lehet örülni. Hogyne? Én például rendszeresen használok ugyanilyen szilikon cumikat, nem ragad, és nagyon kellemesen lehet szopni, miközben a feleségem bepopsizza, illetve bekrémezi a kérdésében. Nici Szeb, amikor tévét vihetnél, okostelefon, törökországi utazást, kávéfőzőt, mikró, televíziót, tényleg bármi, és kihúzod a hetest, ami egy cumi. Hát igen. Aha. Nem állunk rosszul a két ajándék nem, közül, gyakorlatilag nem. Mind a kettő használhatatlan volt. Tök jó. Mi mondtuk azért, hogy lesznek benne személyes tárgyak, lesznek benne apró kis huncutságok is, de az itt jelenlévők egyébként meg örülhetnek, mert hogy a drága ajándékokat még mindig nem vitt el senki. Igen, még csak az a baj, hogy még lesz két ilyen nyereményünk, és a hallgatóink nagy része elkezdi majd keresgélni a Juventusnak a frekvenciáját. Nem. Én igazából most kezdenék igazán örülni, ha itt állnék a helyszínen, mert azt mondanám, hogy kettőből kettő okos. Sokkal kevesebb az esélye, vagy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valami drágát vigyek el. Hát? Okos. Ugye? Látod? Hát nem véletlenül te adsz le a legtöbbről számlát. Na játszunk Góben bácsival és Beru névvel, közben mondjuk a hallgatóinak, hogy tessék bőszen regisztrálni, töltögetni, mert hogy a drága nyeremények, az utazás, a tévé, a telefon, a mikrohullámú sütő, a kávéfőző, a fényképezőgép, a bicikli, egy komplett családi bicikliszet, az mind itt van bent a csomagautomatában. Csak el kell tudni elvenni. Egyre durvább egyébként, nem tudom, hogy ti érzitek el, de annyira izgalmas az egész sztori, én komolyan mondom. Nem csak abból érzem, meg látom, hogy iszonyú sok ember van, rám jött az ideges forrás. Van hátul budi egyébként, Jani, nyugodtan menj. Ugye ez egy felelősségvállalás, ami aláírtam. Igen, de már miatt voltak egy csomóan, hogy elbuktad. Na, játszunk Omen bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló! Ja nem halló, hello. Szia! Sziasztok! Hello! Rita hívna? Vagyok. Hello Rita! Szia! Honnan jöttél Rita? Győrből. Töltöttél? Igen. Még nem vitték el a drága ajándékokat? Tudom. Örülsz neki? Igen. Sose örültél még ennyire, hogy valaki cumit húzott, ugye? Igazából, mert akkor... Hát csak nem a cumi jött. Ugye? Igen. Szegény. Ebben nem menjünk bele. Mi lenne a legjobb, aminek örülnél? Vagy te mit vinnél el szíved szerint? Nagyon sok mindenünk van, tényleg. Telefont. A telefon. Mm. Csak mondom egyébként, hogy egy brutális 64 gigabás, gigabájtos aranykártya független okos telefon. Hasonlót használok, úgyhogy nem akármilyen. Amerikai! Nem is akármit adunk a hallgatóknak. Kasa, amcsi, cucc. És ez már a hatos belőle, a hatos. Úgyhogy vannak tényleg drága nyeremények, tudja mindenki, hogy ez mennyibe kerül. Így igazán fájó egy égkaparót kihúzni. Úgy igazán fájó, igen. Na, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. Hallod? Intim torna. Beru néni intim tornázik egy fogkefével, igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Ez egy sorozat. Hogy nem mutatjuk, rövid részlet lesz, mert nagyon könnyű. Barátok kész. Így van! Élet vár, felejts el innen, kapjál agylérzést, jövőt fényesed. Tudod jól az egészet? Tudod, nincs más választás, hogy egész országnak ismeris. Boldog életben. Énekedd együtt a Balázs. Csak barátok közt van. Nagyon jó.
megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, egy nagy tapsot a játékosunknak! Így van! Hát legalább a győriek hébren vannak, ha már otthon, nem? Na, várjanak. Lehet itt ám szintetikus taps is. Szia-szia! Ja, ennyi volt. Mondjuk téged nem nagyon most érdekelt, hogy itt voltál, nyertél, ugye? Figyelj, gyerekek, jött, elvitte az ajándékcsomagot, ment. Azt, hogy még utána beszélgessünk, gyerekek, nem értünk. Én azt hittem, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat lesz, és ilyen gyorsan nem dobott még senki. Na, drága győriek, csak mondjuk, hogy Smart lett televízió, 64 gigabájtos, ez nem tudom kimondani, okostelefon, tablet. Gigabás, nem, ma gigabás. Legyen gigabás. Gigabás. Kávéfőző, fényképezőgép, mikrohullámú sütő, autóporszívó, tablet 16 gigabájtos, törökországi utazás, minden ott van a csomagautomatában. Valaki olyat szeretnénk húzni, aki jó számot mond, jó? Két számot már kipipáltunk, tessék gondolkozni, hogy hol lehetnek a drága nyeremények. Csak mondjuk, hogy ami benn marad, az 10 óra után egyébként kisorsoljuk, tehát itt a helyszínen, jó? Tehát senki ne menjen el, mert 10 óra után minden gazdára nem talált ajándékot mi kisorsolunk, tehát semmit nem hagyunk itt, kivéve a törökországi utazást, ha esetleg azt nem találjátok meg. 10 óra előtt megmutatjuk, hogy melyik fakban volt egyébként természetesen, és aztán átdobjuk a hétfői adásba, hogy mindenki megnyerhesse. A többi ajándék az itt gazdára talál 10 óra után. Nem viszünk haza semmit. Nem. 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 Nem, de nem is árultunk zsákba macskát, azt tényleg még egyszer jelezzük azok számára, akik esetleg úgy gondolják, hogy például a cumi, vagy pedig a személyes ajándékok smafuk, illetve hogy váratlanul érték őket, és emiatt egy picit mondjuk mérgesek ránk, hogy azért mi ezt előre jeleztük, hogy lesznek majd ilyen ajándékok. Hát ez benne van, persze. Benne van a pakliban, és azt gondolom, hogy az nem fog ránk haragudni, aki majd elmegy utána 4 napra Törökországba egy all-inclusive nyaralásra. Tele vannak a rekeszek egy csomó mindennel, de mi is elrejtettünk személyes dolgokat is, a cumi nem személyes volt, az csak egy ilyen kis turbisság volt, egyikünk személyes ajándéka se a cumi. De vannak benne bizony kevésbé értékes nyeremények is, hát jól kell dönteni, hogy az ember milyen számot húz. Nézd, ha elmész egy kvíz műsorba, ahol milliókat nyered, ott sem biztosítod, hogy megnyered a dolgot. Hát ott is szerencse kell, egy kis tudás kell, itt még tudás se, csak szerencse. Hát a széfből is mentek haza üres kézzel. Mindent meg is tettünk érte. nem volt egyszerű, komoly munka volt benedetén. Így van. Na, drága hallgatók, legyetek ügyesek, gyertek Győrbe regisztrálni. Jó, itt vagyunk a Vasvári Pál utcában, a Győr plázánál, tessék a hostess lányoktól regisztrációs lapot kérni, kitölteni. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra múlt 9 perccel. Hello, drága győriek, jó reggelt, szevasztok, itt vagyunk. Ciao, ott a karmester. Köszönj már neki. Hello, csajok. És mindenkinek, aki később jött, aki most jött, aki már elment, és nem húztuk ki, kitartás, így van. De még kihúzhatjuk, hát postázni nem tudjuk, mármint hogy tudnánk, de nyilván nyerjenek azok, akik itt vannak a helyszínen. Na, még nem késő jönni egyébként, Győr a helyszínünk, méghozzá a Győr pláza, itt Győrben, és egyelőre nem túl szerencsések azok, akik húztak, mert hogy nem sikerült jó számot mondani, de ebben az órában ismételten sok-sok hallgató lehetőséget kap, hogy mondjon végre egy jó számot, és vigyen el tőlünk valami baromi drága nyereményt. Nem jól látod, szerintem ő szerencs, hiszen odáig eljutott. Így van. Ugye? Nézd meg, mennyien akartak már számot választani. Volt két ember, aki szerencsés volt, mert odáig eljutott, és ott tört meg valami. Ott igen, azt. A számválasztásnál ott valami elment. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mielőtt újra szólítanánk valakit. Azt mondja, hogy Tata és Győr között az M1-esen baleset nincs, trafipak sincs, jó járható minden, és minden oké. Gergő küldte nekünk. Az M0-áson az M7-es felé most csinálják a kőfalat, amiről a múltkori adásban beszéltetek, sávzárás van, dugó még nincs, szép napot nektek. Az M1-es autópályán a 139-es kilométernél a Börcsi pihenője előtt a felüljáróról mérik Budapest felé haladókat. Feri küldte nekünk, a 8-ason Tüskeváron szintén van egy trafi, és valaki az M1-esen sétál a szalagkorláton belül,
Győr felé. Talán hozzátok megy, a 64-esnél jár. Hát igen, lehet, hogy jön. És ide is ér egyszer, csak igen, akkor mi már nem leszünk itt gyalog, de szép az. De ha stoppol, megáll neki valaki és idehozza, akkor még akár a törökországi utat is elviheti. Körte utca iskola előtt az Ebrán elütöttek valakit, te jó Isten. Vigyázzunk rájuk. Nagyon Csornán a megszokott helyen a Győr felől érkezőket mérik. Gina küldte, és baleset van a Vörösvári úton, és mindenkit elterelnek Üröm felé, úgyhogy ha valaki ott próbál be is kijutni, akkor vigyázzon. Csak mondom, hogy ma azért nem tudunk ott lenni egyébként a körforgalom átadásán, az ürömi körforgalom átadásán, mert hogy ma van egyébként 10 órakor, mert a győrieknek nem akartunk csalódást okozni, megígértük, hogy jövünk, itt vagyunk, nem akartuk lemondani, de gyerekek, ma 10 órakor átadják az ürömi körforgalmat, úgyhogy remélem legalább egy mondat erejéig ott valaki bennünket hát öltönyben, nyakkendőben, egy kis pogácsával és langyos meleg ásványvízzel a kezében megemlít bennünket. Hát, hát elsőként, még mielőtt átvágnánk a nemzeti színű csalagot és a pártás kislányok átadnák itt a de így biztos így beszél a helyettes államtitkár úr, csak kenyeret, a sót és a telefonszámukat nekem. Azelőtt megemlíteném, hogy nem lehetnek itt azok, akiknek igazán sokat köszönhetünk. A Morning Show, így van. Na most tegnap egyébként fölhívtuk a Danit. Tudom, beszéltetek vele. És hát elég komolyan lecsesztük azért, mert én tudatosságot éreztem ebben a 10 órában, tudod? Tehát, hogy ő szerintem tudta, hogy mi ma itt leszünk. Hol vannak? Győrben? Mikor végeznek? 10-kor? Nagyon jó. 10 után. Péntek 10. A körforgalom. Lajos, szerinted ide tudnak érni? Nem, mi? Akkor jó. Jó, akik ott vannak, akik arra laknak, tudják, hogy az kicsit a mi körforgalmunk is mostantól kezdve. Amikor ott azon átmentek, tessék egy picit ránk gondolni. Vagy valamelyikünkre, vagy a műsorra. Jó? Na, na, 8 óra, mindenki elment dolgozni, eljött az én időm, írja valaki a tömegből. Te írtad? Hát, azért annyira nem mentek el, mert egyre többen vannak itt a Győr pláza mellett, de ez nem baj. Sokan vagyunk, mi ezt szeretjük. Remélem, Jani zacskós levese legalább grízgombócos. Anyám szerint Balázsnak nincs is olyan nagy feje, Roland írta a zacskós levest, és ezt is. Köszönjük szépen. Nem, májgombóc leves egyébként még abból az időből származik, amikor még ettünk, 14 évvel ezelőtt. Balázs, ki az a gigabá? Boldi a helyszínről. De jó, nem, ezt most nem tudom kimondani. Gigabá. Gigabájtos. Gigabá. Én csak gigabát mondok, de egyébként van bent egy 64 gigabás telefon bent, úgyhogy találjátok már meg, valaki nyerje már egy okos telefont, jó? Egy helyi győri kisfiú nevezte el a Ferit gigabának. Kit akartok átverni? Postán dolgozom, az automatában nem fér bele egy LED TV. Üdv, Dani, szép meglátás, köszönjük szépen. Na, gyerekek, szerintem adjunk a melónak, nem? Ugye? Ugye? Puska na, kellett volna, ahogy volt egy klasszikus mondás, adjunk a melónak, mert hogy azért jöttünk, hogy a drága ajándékok gazdára találjanak, szeretnénk felhívni nyomatékosan a győriek figyelmét. Hogy tessék azt a számot mondani, ami szerencsét hoz. Vagy rám hallgatni, ha valakinek próbálok egy kicsit segíteni, vagy éppen elbizonytalanítani, úgyhogy annyira nem kell rám hallgatni. Ezerszer mondok, olyan számot mondjatok, ami mögött értékes nyeremény van. Így van. Vannak benne még személyes dolgok is, van bent egy-két szivatós ajándék is, de itt van minden, amiről már olyan sokat beszéltünk. Húzzunk egy újat, nézzük meg. Most. Tessék? Már mi ketten húztunk, de na, bizony. Gyerekek, én most belenyúlok. Kihúzom az illetőt, és elviszi a török utat. Figyeld! Csak mondom, hogy egyébként ugye Balázs azzal a kezével húz. Nem mond tovább. Ügyesebb. Tudom, hogy rám nyitottál tegnap este, de nem mond tovább. Igen, szörnyű dolgokat láttál a szállodai szobámban, de léci, nem mond tovább. Nagyon fura volt, mert a kezed a könyöködnél kezdődött. Na, azzal a kezével húzom. Tudod, hogy ritkán vagyok a család nélkül, akkor ki kell használni azt a néhány órát, amíg egyedül vagyok. Hoppá! Úgy látszik, a csajos napunk van egyébként, de teljesen fura lehet, hogy itt Győrben több a női hallgató, nem tudom, de csak csajok jönnek. Nagy Noémit várjuk szeretettel, hogy jöjjön, és vigye el tőlünk valamelyik drága ajándékot. Noémi, fel a kezet a magasba. Itt van. Meg is. Már a tömeg a vállán hozza, mint egy jó Jacko koncerten. Igen. Noémit engedjük be. Nagy Noémit várjuk a recepciós pultnál, jöjjön már a gyerek, és szerda óta itt van. Igen, feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencénél, ahogy szoktuk mondani. Előbb húzzuk ki, aztán húzzuk majd még egyet. Gyere Noémi, hello! Jó reggelt kívánunk, ciao! Jó reggelt! Hello! Hoppá. A nagyon izgulsz. Ugye? Azért, hogy itt vagyunk, vagy az ajándékok miatt? Jó, nagyot fogunk beszélgetni, ezt már érzem, ezt már látom. Noémi drága, mit vinnél el igazából szíved szerint? Minek örülnél? Hát nagyon sok mindent hoztunk, ezt te hallottad, minek örülnél? Valami. Aha, jó van. Oké, na, akkor mondj egy számot, mert beszélgetni úgyse nagyon tudunk. Jó, Noémi, aztán próbálj valami jót elvinni, tényleg. Hát, ha utána kicsit megnyugszol, és akkor már tudunk beszélgetni. Jó, a 7-es és a 13-as ki van lőve, nagyon komoly ajándékok voltak ott, elvitték, itt állunk a csomagautomata előtt, 1-től 20-ig mondj egy számot. 8-as. Azt nem lehet. Ja, oh, nem lehet. A 8-as. 8-as? A 8-as. Na nézzük csak. Ki azok a 8-nak? Nézzük csak.
Hetes nincs, akkor 8-as. A 8-as. Ez végül is jól logikusnak tűnik, meg egyébként, hogy egy kicsit számmisztikailag belemegyünk. Ha a 8-ast elfordítjuk vízszintes irányba, az végtelen. Csak egy odaszóló törökországi út. A visszajutás fakultatív. Biztos legyen a 8-as. Nem tudlak én erről téged lebeszélni. Nem tudom azt mondani, hogy nyiss valami más, mert nem olyan jó ajándék az a 8-as. Kitartasz mellette. Csak azt mondom, előbb is mondta, hogy válasszák a doboz, csak mondom. Nem tudlak. Biztos? Igen. Jól meggondoltad? Szerencse szám születésé mihez kapcsolódik? Vagy csak ránéztél és úgy érezted, hogy hív a 8-as. Bent van lettévi. Bent van rengeteg telefon, törökországi utazás. Mi van még? Annyi mindenünk van. Minden, van négy bicikli, az négy egész bringa, az egész családnak. Így van. De te a 8-as szeretnéd. Nyissuk a 8-as. De biztos, hogy annyira látom magam előtt, hogy egyébként fél tíz magassága, ez már így fog menni. De biztos, hogy biztos, te köcsög! Biztos, jó, hogy a 4-es! Jó, oké, oké, na, majd, egy, majd meglátod, majd meglátod, hogy tudok én jó ember is lenni. Valahol a lelkem mélyén még marad bennem valami jó. Kinyitjuk a 8-asat? Nyissuk akkor? Aha. Jó? Ahogy Rózsa György mondta, 8-as kapu. Nyíj ki. Ohé! Vegyük ki a dobozt, jó? Na, drága Noémi, egy kisebb dobozt találtunk a 8-asban. Sokszor kérdeztem én, hogy nem akarsz esetleg más nyitni. Nem tudlak elbizonytalanítani, de Noémit nem lehetett elbizonytalanítani. Nem. Noémi azt mondta, hogy őt hívja a 8-as. Hát akkor nyisd ki a borítékot. Most Feri, mi már ketten már nyitottunk. Nyisd ki, és olvasd el, vagy hogy akkor mi van rajta. Mi van rajta? Gratulálunk. Vagy a szerencsés, akinek a nyereménye egy digitális mérleg. Hoppá! De legalább végre egy digitális mérleg! De szép! Úgy, ahogy maradt még bennem valami jó. Hogy megpróbáltam egyébként lebeszélni, hogy bármi más, csak ne a 8-as. Az a, hogy ebből legalább mindenkinek 4 darab van a fürdőszobában, egy, amiben lemerült az elem, egy, amire az asszony ráállt és tönkrement, 2 van már a spejzban, ugye tulajdonképpen. A negyedik sosem működött. És a negyedik sosem ez működött. Ez is olyan. Igen. Drága Noémi, egy szobamérleg. Hány van ebből otthon? Hát, van egy pár. Figyelj, becsomagolod karácsonyra valakinek, továbbadod, vagy megtartod, jó? Na jó, de cica, ez gyorsindításos, látod? Lábújjal csak megnyomod, lábújjal. És már mész is. Noémi, puszilunk, köszönjük szépen! Hogy megtettem mindent, hogy ne a 8-as? Hogy dolgoztam rajta, hogy ne beszéljem a 8-asról? Csak mondom egyébként, hogy eddig mind a 3 eddigi nyertesünk, játékosunk ragaszkodott ahhoz a számhoz, amit ő eredetileg kiszúrt magának. Na, ez lehetne bármi más is. Most pirítsunk oda. Húzzunk még na, egyet. Te húzol, Jani, ja. Megint te jössz. Na, figyeljetek. Izgultok? Hogy vagytok? Jól. Mit vinnél szíved szerint? Hát egy külföldi utat. Egy külföldi utat, így van. Törökországi út. Csokkolom, mit tetszene vinni? Tévét. A tévét? Igen, bent van egyébként egy okos tévék Jani, is. Jani, kérlek szépen, ne rázogass már ezeket, hogy úgy érezzék, hogy esetleg megvan malmoz, én összekeverem még egyszer. Nem, a nyeremények után még egyelőre nem érzik úgy. Így van. Húzzunk egyet. Ilyenkor azt szokott lenni, hogy egyébként egy tévéműsorban a hostess lányoknak elkezd itt vibrálni egy izom itt az arcuk szélén. Igen, mert ott áll Karcsi bácsi, aki csak túrja a gömböket, és nem akarja kihúzni. Tessék már húzni! Kicsúszunk a lottó sorsolásból, megkérjük Baron János, hogy... És végre egy pasi! Na, így van, jöjjön Kati! Azt mondja, mégpedig egy helyi illetőségű Fazekas Jánost várják. János, gyere! Azt a mindenit, gyere! Arra hátul, Janikám! Napszemöges, agyon tetovált, brutális karizmokkal ellátott. Szerintem ne izmozzunk sokáig, jó? Amit gyorsan azt adod neki. Amire rámutat, én nem próbálom lebeszélni, én nem próbálok semmit mondani. Amire rámutat, azt viszi. Kicsit arrébb dobálta a közönséget, nem érdekes. Gyere, Jani! Jánoskám, gyere, vigyél el most már tényleg valamit ebből a csomagautomatából. Lehoztuk, bepakoltuk, nyereményekkel készültünk, leutaztunk. Hát most már olyan jó, János, valaki tényleg boldog meg. Szia! Hello János, honnan? Innen Győrből? Innen Győrből. Mióta vagy itt? 10 éve. Nem úgy értettem, ma reggel. Lehet, hogy 10 éve itt. Még műsor se volt, te már itt álltál a plázánál, mert tudtad, hogy egyszer jövünk. Hogy felépítettük ezt a promóciót, mi? Most értem ide. De drága, hogy mivel foglalkozol, János? Buszvezetek. Buszvezető vagy. Na, álmodoztál nyilván a nyereményekről. Igen. Volt egy kis kaján mosoly az arcod, amikor láttad az előző 3 játékos, ilyenkor az ember magában ökölben csap, hogy jaj, de jó. Igen, kihúzták a számomat. Kihúzták a számodat, melyiket húztad volna? Az egy... Az egy szobamérleg. Aha. Na, nem baj, hogy nincs meg is vert volna minket. Igen, hát János, körülbelül Ferivel egy testalkatú, tehát egy szobamérleg lehet, hogy személyes értés lett volna. Örülök, hogy nem téged húztunk, és mondtad a 8-est, igen. Csak mondom egyébként, János, hogy abban az esetben, ha valamilyen nagyon értékes ajándékot viszel el, akkor azt én húztam, ha nem, akkor a sos kezel.
Na, mondj egy számot, jó? Tényleg nyissünk, nehogy aztán itt azzal legyünk megvádva, hogy nem akartunk odaadni. Rajtad múlik. 1-20-ig. 8-as, 13-as, 7-es már kilőve. Giga ajándékokat vittek el tőlünk eddig. Hihetetlen. Most rafálj bele és vigyél el valamit. Jó, akkor legyen a 15-ös. 15-ös? Na jó, nyissuk. Gyerekek, én nem kérdezek semmit. Nézzük. Én nem kérdezek semmit. Legyen a 15-ös. Szerencse szám jelent valamit? Nem, semmit. Asszonyka úgy küldött, hogy mondd ezt? Nem. Nem küldött. Van asszonyka? Van. Mit mondott ma? Ne gyere haza üres kézzel? Volt valami utasítás? Nem. Semmi. Akkor is szeretni fog, ha nem vissza haza semmi. Valószínű. Jó. Nyissuk ki a 15-ös, nézzük meg. Valószínű, azért ez szép válasz. Ebben azért minden esetőség benne van. Aha. Gyerekek, megint doboz. Szép nagy doboz. Szóval az asszonykának nincsenek elvárásai, de amiatt egy picit azért izgulsz, hogy a kollégák vérbe fognak ezt szivatni egy éven keresztül, hogyha valami fura ajándék, egy dugóhúzót viszel haza, vagy ilyesmi. Na, hülye vagy, ott álltál, miért a 15-ös mondtad, és ezt fogod kapni egyébként. Jani. Mintha érted, mi se lebeszélni, se rábeszélni nem akartunk, úgyhogy ott van egy boríték, itt is vedd ki, és... Elrejtem előled, Jani, de hogy megüsd, ahogy felolvassa. Nézd meg, hogy mi van benne. Na jó, ezt nem hiszem el. Mutatjuk a neked, keze. Hogy János személyes ajándékát. János személyes ajándékát tudtad elnyerni. Tudom, hogy nagyon fél attól, hogy egyszer nagyon megverik. Pont ezt mondtam, hogy csak az oknistokkolót. Az a helyzet, hogy ahogy látom, egyébként nem vagyunk egy méretűek, de szerintem Kabalának, az szerintem autóbusznak visszapillantó tükrére rá fogod tudni tenni azt a fél pár titokzoknit, amivel meg szeretnélek ajándékozni, és hogy jó ízen fogod elfogyasztani majd azt a félig megevett hislet. Mert hogy ugye mondtuk, hogy három személyes ajándékot is beteszünk. Igen, saját magunktól, mert hogy sok a rekesz, és hát azért... Most Jani személyes ajándékát nyerted. Aha. Meg. Jani a Janinak, ugye, drága. Én azt gondolom egyébként, hogy most már itt a agglomerációban, meg Győr környékén már azért egyenesítgetik a kaszákat. És ide fognak jönni. Na, fogad szeretettel egy kaszetemes ajándékcsomag. Természetesen egy ajándékcsomagot kapsz tőlünk. És stoppolt. Parancsolj. Jánostól. Így van. Egyébként hazudtam, az Islerbe nem ettem bele. És ez nem vigasztal. János, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. És a műsor után természetesen a tiéd a félpár titokzogni. Ja, ezt adod, a használtad? Ami meg van stoppolva. Majd újat, hülye vagy meg. Ami meg van stoppolva. Ne legyél nagyvonalú. Janikám, köszönjük, drága vagy, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Ciao, ciao. Mi van veletek, drága győriek? De komolyan mondom, mi van veletek? Bent vannak az ajándékok. Senki nem akar tévét, bringát, Törökországba menni, telefonálni. Családi bringaszettet nyerni? Hát komolyan mondom, ne csináljátok, találjátok már bele. A 20-ból legalább 12 az értékes? 12 vagy 13 brutál jó ajándék. Brutál. Tehát, jó. Hogy bárki. És eddig sikerült ebbe a hétbe belehúzni. Mit csináljunk, húzunk még? Igen. Legyen még egy gyorsan. Igen. Hogy hívják a hölgyet? Bezselics László. Jöjjön, húzás nélkül? Ne, azért húzunk egyet, jó? Hát ha annyira szerencsés lesz, húzzunk még egyet. Na most én egy utolsó. Igen, inkább te Feri mellett. Igen. Ne, meg én jól is csinálom. Figyelj, ez lesz az. Megvan Aszondi, hogy megint férfi, Duna Almási, Boros Zoltán. Zoli, rajtad a világ szeme, hogy megmentsd a győriek becsületét. Lehet, hogy ő írt az SMS-t, 8-kor el kellett mennem, ki ne húzzatok. Igen, bocs, az Isler ott után, jön már. Ha az Isler után nem indultál haza, gyere ide. Na, miért nem tudnak beletrafálni, azon gondolkodom. De már hát egy személyes ajándékotok elment, az enyém még bent van. Hozzad csak nyugodtan a barátnődet, persze. Hello, szevasztok. Sziasztok. Hello. Még egyszer a nevedet? Zoli, hello Zoli, párod? Szilvi. Na, kinek a száma lesz? Vagy ki döntött arról, hogyha nyertek eset? Közös szám lesz. Mit? Van már közös számotok. Igen, van. Még nem mondjátok, hogy melyik, de mit jelent maga a szám? Évforduló. Ó, ez már házassági évforduló? Nem. Még nem. Eljegyzési, illetve 3 éves évforduló. Aha, tehát először volt a 3 éves, aztán az eljegyzési, húzod az időt, értem én. Mikor lesz ebből esküvő? Jövőre tervezzük. És mióta tervezitek jövőre? 3 éve. Ez így szokott lenni. Drágám majd jövőre. Igen. Ki még utoljára, hogy én szeretem, aztán elveszlettél. Ki szeretné jobban ezt az esküvőt? Szerintem mind a ketten. Mindketten. Nagy a szerelem? Igen. Ó, de drágák vagytok. Minek örülnétek igazából? Hát igazából a tévének, mivel házat szeretnénk venni, mert mi nem élünk itthon Magyarországon, úgyhogy igazából van telefonunk, biciklit nem tudjuk használni, úgyhogy... Hol utolsó jöttek? Nap a szabadságból, holnap megyünk vissza Londonba. Mentek vissza Londonba. Az kemény. Igen. Aha. Kivinnétek a tévét? Nem. A házba. Eltennék a házba. És mit csináltok Londonban? Dolgozunk. Mit dolgoztok?
Hát én egy hotelben vagyok supervisor. Én pedig sofőr vagyok. Sofőr vagy is. Itt van a ház, de Londonban dolgoztok. Uh-huh. Itt lesz majd a ház. Szeretnék venni itt házat, igen. Jöjj, drágok vagytok, tehát ott gyűjtötök, dolgoztok, így jöttök van, haza, jövőre esküvő, igen. Jövőre hazajöttök. Jól van. Itt ez 6 év után. 6 éve vagytok kint. Jobbak a lehetőségek, nem? Igen. Na, hát ha haza tudjuk őket csábítani egy jobb ajánlattal, mint amit kapnak egyébként a külföldön dolgozó magyarok mostanában, nem? Egy televízió, húzatok, jó? Vagy mondjatok számot, egy évforduló szám, gyerekek, nincs olyan, hogy nem hoz szerencsét, komolyan mondom. Nincs olyan, hogy nem hoz szerencsét. Ne sütyorog, mondja. Hát megbeszéltük, hogy a 3-as mondjuk, de most elbizonyítottam, mondtam, hogy a 4-es legyen inkább. Ebből megint cumi lesz, gyerekek. Ebből megint akkora cumi lesz. Ide jönnek, számot mondanak, mindenére érnek, elbizonytalanodnak. Nagyon szép történet, sokszor láttam már ilyet a szépben, határozottan jönnek. Ott volt a sok milló, elbizonytalanodtak, rosszat vittek el. Kérdezem én, a 3-as vagy a 4-es? Melyiket nyissuk? Szerintem a 3-as. Uh-huh. Jó, marad a 3-as. Biztos ne legyen a 4-es, nem? Az előbb azt mondtad, hogy van egy megérzés, hogy jobb a 4. Maradjon a 3-as. Ott megkapok majd utána. Ugye, amikor egy ilyen előre megbeszélt számmal szembemész, azért ott kell lenni valaminek, mert úgy jöttetek ide, hogy megbeszéltétek a 3-at, ugye? És te azt mondtad, hogy legyen a 4, mert abban van a tuti. Biztos marad a 3-as. Maradjon. Jó, 3-as. Na, 10 év múlva nem így fog neki mondani. Jó, van, akkor legyen megint az, amit te akarsz. Ajajajajaj. 3-as tuti, ez az utolsó hármas szó? Nem tudlak róla lebeszélni? Én sem benneteket, hogy ne a 3-ast nyissátok, bármi más, csak ne a 3-ast? Maradjon a 3-as. Tuti? Tuti. És azt mondom, hogy ne legyen a 3-as? Akkor is maradjon a 3-as. Hallottátok? Hallottátok? Nyissuk ki a 3-ast, nézzük meg, hogy mi van benne. TV-t szerettetek volna. Nagyon sokszor elmondta Feri is, hogy talán jobb lenne átgondolni, és mégis a 4-es nyitni. Én elmondtam, hogy Lacika, nem biztos, hogy a 3-ast kellene nyitni, hanem valami egészen mást. Két szerelmes fiatal. És egy televízió, ez a történetünk. Úristen, de szomorú történet! Jézus! Fókusz, mindjárt sírom, két fiatal és egy tévé! Jézusom! Karácsonytól a mozikban! Na nézzük, lesz ebből televízió? Sokszor mondtam, sokszor mondta Feri is, csak ne a 3-as nyissuk ki, nézzük meg! És egy újabb boríték. Oh. Egy újabb boríték. Van-e rajta tévé felirat? Olvassátok föl, légy szíves, hogy mi van rajta. Gratulálunk, te vagy az a szerencsés, aki elnyalhat egy nyalókát. Ne! Gyerekek, tehát... Nem hiszem el, és mondtam, hogy légy szíves, ne nyissátok ki a 3-as. Mondtam, kértelek benneteket, hogy ne nyissátok ki a 3-as. Minden megtettünk. Ha majd valaki egyébként mondja majd, ugye a mellette lévő 4-est, akkor erre a pillanatra azért emlékezzünk már vissza. Gyerekek, lassan az lesz, hogy megmondom, hogy melyiket nyissátok ki ott a tévé, jó? De tényleg, ennél többet nem tudunk segíteni. Hogy vagytok? Így jövőre nem fogunk tudni hazajönni. Biztos. Én most a végleges kiköltözést fontolgatnám. Aha. Figyeljetek, mindent meg. Én már végén könyörögtem, hogy légy szíves, csak ne a 3-as. Ne nyissátok ki a 3-as. Most már örülnétek a bringáknak is, mi? Viszont van egy jó hír, egyszerre citromos, epres és narancsos ízű. Egy ilyen kis... Nagyon szépen köszönjük. Megkóstoltuk és visszacsomagoltuk. Drágák vagytok, tévé nincs, nyalóka van. Szerettem volna, ha rám hallgattok egy picit, vagy Ferire. Mindent megtettünk, hogy ne nyissátok ki a 3-as. De hát 3 éve vagytok együtt, vagy 3 éve. Ez egy szerencsét hozó szám volt eddig. Én nem házasodnék erre, na mindegy. Puszi nektek, gyertek haza. Köszönjük szépen. Reméljük, minél előbb haza tudtok jönni. Köszi. Vigyázzatok magatokra odakint. Csáó, sziasztok. És még hallanánk, ahogy elmennek, hogy na, ezért mentünk Londonba, látod? Ne? Ez egy ilyen osz. Ott ilyen nincs. Ott ilyen nincsen. De gyerekek, ha a műsorvezető azt mondja, hogy ne nyissátok ki a 3-ast, azzal már nem tudunk mit csinálni. Igen. Most már csak rá tudtam volna mutatni, hogy ne azt, ott a tévé. De ennél többet az ember nem tud mit csinálni. Hát ha ott van. Húzzunk még egyet? Igen! Mit mondtak? Húzzunk még egy. Na, egy utolsó. Jó. Gyerekek, hát, nincs. Nem hallottam, gyerekek! Tipikus, nem. Tipikus Dévényi Tibibátus. Na jó, húzok még egy. Gyerekek, valaki vigyen már valamit. Most komolyan mondom. Tényleg? Hát most már hallgassatok ránk a húzásnál, most már komolyan szinte megmondjuk, hogy melyiket húzátok. Azt mondja, Lukás Csaba. Lukás Csaba. Hol vagy Csaba? Itt ott vagy. Jelentkezik Csaba. Gyerekek, ő az utolsó reménységünk, ahogy ugye Leira hercegnő mondta ezt Obi-Wannak. Aztán kiszállok. Aztán jó, mert ez most már kész. Én nem bírom az izgalmakat, igen. Felment a vérnyomásom. Hello Csaba, jó reggel, szia. Ciao. Hello, sziasztok. Egészen Túrkevérről? Igen. Hogy? Az igen. Itt dolgozom. Mit csinálsz itt? Hát, 4-karikás autógyárban. Ó, a 4-karikásban dolgozol. Melyik részleg? Ő motor szerelde. Ő motor? Dízel. Ja, dízel. Mi van? TDI. Semmi, minden olyan, ami nincs az autódban. TDI, V6. Semmi, minden, amit neked nem kell tudni. Na, Csaba, mire vágysz őszintén? Mit szeretnél?
Mondd meg nekem. Utazni. Utazni. Arra, hogy a mergogyárba dolgozom. Kecskemét, mert az közelebb van túl. Asszonyka mit mondott? Csaba, menj és hozd el a törökországi utat, ezt mondta? Lehet örülne neki, az biztos. Lehet, ellátott valami hasznos tanácsal, mondott valamit? Nem mondott semmit. Kislányom van, aki nagyon meglepnék egy ilyennel. Édesem, mekkora a kislányod? 7 éves. 7 éves. Mutass egy képet, figyelj, mindenbe vett. Gyerekek, itt már mindjárt zokogni fogunk. Mutatok egy képet a kislányomról? De szép. Nagyon biztos a tiéd. Balázs, gyerjen még. Mit kell ilyenkor csinálni? A műsorvezetőkre hallgatni, hogy melyiket nyissuk, melyiket ne nyissuk. Hát ez egyértelmű lesz most. Voltatok idén nyaralni? Nem. Nem voltatok még nyaralni. Eddig hova mentetek, valami, miről beszéltetek, hogy hova lenne jó hát eljutni? A Balaton végül is itt közelbe. Balatonra. Az anyacéghez mentünk volna ki Németországba gyárlátogatásra, ezt kell mondani. Ingolstadtba mentünk volna, így van. Na, figyelj Csaba, na. Legyél nagyon ügyes, jó? Bent van még a törökországi út, a végén, ha valaki nem hiszi, tényleg meg fogjuk mutatni, hogy hol volt. Nem hiszem el, hogy nem tudjátok elvenni. Család van, gyerek van, te megérdemelnéd. Ezt a törökországi utat mondtad, hogy idén még nem is voltatok, és a Balatonra mennétek. Ugye? Egy gyermek van csak? Igen, igen. Egy gyermek van csak. Na jó, hát mondj egy számot, jó? Mondj egy számot, lehetőleg 1-20-ig, azzal megkönnyíted a dolgunkat. 3, 7, 8, 15, 13 kilőve. Ott van a törökországi utazás. 12-es szeretném. 12-es. A betyárját. Még mielőtt kinyitjuk, tényleg raktunk be valamit? Mert most már én is kezdek el bizonytalanodni. A 12-es. Na! Azt mondja, hogy... Már is a gyermek akkor született. 12-i? Ember 12. Ja, igen. 12-es. A gyermek szerencse száma. Az jót jelent. 12-e milyen hóna? Szeptember. A betyárját, az viszont a 9-es. Oh, és nézd meg, mekkora a doboz! Az viszont jó, nézd a 9-es! Meg a 9-est milyen nap! Azt a mindenségit. Legyen a 12-es. Biztos? Legyen a 12-es. Nézzük meg, jó? Csaba, bemondta a 12-est, nyissuk ki. Gyerekek, vigye el valaki a tévét, a telefont, a bringaszettet, a törökországi utazást. Nem tudom sorolni, hogy mennyi mindenki. Engem vissza a hotelig. Nem győzem hangsúlyozni, hogy a hármunk ajándékából egy még bent van. Ugye volt egy zokni, volt egy jégkaparó, azért neked is van biztos nekem valami. Is van személyes ajándék. Csaba, nagyon drukkolunk, megérdemelnétek. Rajtad múlt, hogy melyik számot mondod, azt mondtad, a lányod születése 12, itt van a boríték, légy szíves, olvasd föl, hogy mi az, amit nyertél, az egész tömeg neked drukkol, gratulálunk. Szelektív hulladékot gyűjtünk. Igen, te vagy az, aki Anival elkirándulhat a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő. Nem hiszem el, hogy nem tudjátok eltalálni. De te veled miért lehet kétszer? Neked miért van koszozzok, mint meg szelektíved is? Ne, ez ennek felé. Én a helyedbe örülnék, mert én vagyok az, akit a sokkal nagyobb eséllyel vernek hát majd megint Győrben. Még mielőtt a családja idérné az autóval. Egy ajándékcsomagot adunk neked, a 12-es nem hozott szerencsét. A többi hallgatónak még talán, mert hogy az összes drága ajándékunk még mindig bent van. Hát további sok sikert a többi hallgatónak. Neked is, drága vagy. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ciao, köszi, hello, vigyázz magadra. Hello. Figyeljetek, srácok, nektek sokkal nagyobb gyakorlatotok van ilyen kvízműsor készítésben. Mikor jön el a dramaturgiailag az a pillanat, amikor már nem vicces a dolog? Már eljön. A hírek után. Ugye? A hírek után. Drága Győriek, tessék bedobálni, jó? Aki újonnan jött, tessék kitölteni, bedobni. Egy picit hírezünk, mert hogy kell. Utána játszunk is, és még húzni is fogunk. Úgyhogy mondjatok lehetőleg jó számot, lassan a fele kiment. Egyébként már nem tudtok nagyon rosszat mondani. Jó? Úgyhogy jövünk vissza mindjárt, egy pici szünet, aztán folytatjuk tovább. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 90 pontosan jó reggelt kívánunk, drága győri hallgatók, hát ahogy írja egy SMS hallgatónk, Frábától elátkozta a város. Tehát ez lehet egyébként tulajdonképpen, mert hogy egyelőre senki nem tudott beletrafálni egy jó számmal valamilyen drága ajándékba. Tényleg nem tudunk átkot levenni, vagy Louis Padrét felhívni, hogy Frábától átkát vegye le a győriekről, mert nem vagyunk túl szerencsések. Azt mi kaptuk? Tessék? A tojásos, azt mi kaptuk? Nem, kiderült, hogy nem vagyunk elátkozva egyébként. Tehát, hogy reméljük a győriek sem, mert hogy még mindig nem sikerült jót nyitni. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy Valást kérdezném, hogy is lett a tegnapi csokis Brownie. Kérdezi valaki, Brown volt, aki megverte Nadalt. Úgyhogy értem én, hogy mire gondolsz, csak nem szeretem az ilyen típusú humor. Most nem fogadtunk. De Nadal egyébként nem, fűben nem tettem volna. Ja. Tavaly ugyanígy esett ki a második körben, úgyhogy neki ez a füves dolog, ez annyira nem megy. Azt mondja, hogy
Bali, dobjatok el mindent, úgy látom, el kell induljak Sziget-Szentmiklósról a törökországi nyaralásért. Barbie küldte nekünk. Ez a Zsűl srác nem valami szimpatikus. Jobb volt, amíg nem láttam élőbe. Keke írta nekünk. Te írtad, Keke? Zsűl nincs is itt, de tetszett az SMS-ed. Nincs Zsűl, Zsűl bent ül a stúdióba, de örülünk neki, hogy nem annyira szimpatikus. Bárkire is gondoltál, nem Zsűl volt, mert hogy Zsűl bent van a pesti stúdióban. De tetszett az SMS. Azt mondja, hogy Jani, nagyon tetszesz, ha nem leszel a Győri Szökőkútnál 10 után, meg fogtok halni. Na, gyerekek, tényleg, most visszamegyünk kicsit félve a csomagautomatához, de ha valaki kijön és rossz számot mond, akkor komolyan mondom, most már kezdünk dősek lenni. Vigyetek már el valami jó nyereményt tőlünk, tényleg. Higgyétek el, hogy benne vannak 10 óra, akkor mindent megmutatunk, sőt, mi több, azon nyeremények, ahogy mondtuk, ugye, amik nem találnak gazdára, 10 óra után egyenként a hostess csajok kisorsolják őket, kivéve a törökországi út, de megmutatjuk, elő fogjuk venni, ha esetleg nem találjátok meg, hogy itt volt ebben a rekeszben, nézzétek meg, kibontjuk, és megmutatjuk, hogy benne van a törökországi út is. Úgyhogy jó lenne, ha valaki valami olyan számot mondana, amiben legalább van valamilyen drága, mert most már majdnem az összes személyes dolgunk elment, van még bent egy-két szivatós ajándék. Én ki nem megyek, gyerekek. Hát, már kicsit én is félve megyek. Megvernek. Ne gondold, hát ők örülnek, hogy eddig nem vitték el a drágákat. Semmi gond nincsen, Feri. Én egyébként most láttam, vagy most tapasztaltam azt, hogy a Balázs nagyon örülhet neki ebben a pillanatban, hogy nem a saját kocsijával jött, mert a Lacinak az autójára már valaki vésővel rávéste, hogy bunda. De ezt mit a gondolsz? Köcsög alá. Igen. Mit gondolsz? Miért nem a saját autómmal jöttem, ha gondolod? Nem, szerintem akik itt vannak a helyszínen, azok egyébként ennek örülnek, mert még esélyesek lehetnek. Ha én részt vennék egy sorsoláson, és nem vittek volna még egy drága ajándékot. Srácok, én úgy vettem észre, hogy nem veszítettük még el a győrieknek a bizalmát. Az előbb is azt mondta nekem egy kisfiú, hogy pont ugyanolyan szagom van, mint az apukájának, csak nem tudtam eldönteni, hogy ez most dicséret. Igen. Lehet, hogy be kéne mászni hátra, megnézni, hogy van egy kis manó, vagy valaki bent hátul, aki esetleg cserélgeti az ajándékokat. Hátulról egyébként nem lehet, csak hogy már azt is érdemes lenne megmutatni. Na, sorsoljunk, egy újabb győri hallgató esélyt kap, hogy elvigyen egy cumit, egy szobamérleget, egy személyes tárgyat tőled, egy cigirágót, egy téli fagyit, egy kulancsel távolító csipeszt. A személyes tárgy tőlem még bent van, csak mondom, úgyhogy egyébként nagyon jó dolgot tettem. Nagyon személyes lesz, még elvihetitek azt is, de a drága ajándékok is ott vannak, úgyhogy vigyen el valaki valamit, jó? Én nagyon meglepődtem rajta, hogy ezt odaadtad, mert még ha mai adásban az urológuson. Még ha mai adásban húzol János, ez nem biztos, hogy baj lesz. Nem, ez egy kifejezett kérdés volt, azoknak a győrieknek a részéről, csak húzzunk már, de hogy akik korán jöttek, ugye, hogy mindenképpen keverjük fel, mert alul vannak azok, akik a legkorábban érkeztek ide, és a következő pedig egy hölgy, szintén győri, és őt úgy hívják, hogy Máté Krisztina! Bárdos András felesége is itt van velünk. Gyerek, szépen, reméljük majd a szép nyitása után, nem kell azt mondjunk, hogy viszlát! Egyenesen te sem nyertél semmit, viszlát! Egyenesen a TV2 Akadémiáról érkezik hozzánk Máté Kriszta. Hol vagy, Kriszta? Emeld a kezed, hogy lássuk, hogy itt vagy-e még. Vagy... Adogassátok előre. Mondd meg a Bárdosnak, vegyen a nyakába. És akkor úgy lehet, hogy jobban látunk. Kriszta nincs. Andrással minden rendben van egyébként. Afrika óta rendben jött a bélműködése. Ott van hátul? Nem, ő csak integet egy ismerősének. Nem tudom, érzitek-e a haladást? Eddig rosszat húszunk, most már itt sincs a játékos. Tehát 9 óra után elkezd szakadni az eső, villámcsap az automatába, és mindannyian meghalunk, ahogy Pákó mondta. Élve nem megyünk mi innen el, csak annyit kérünk tőletek, hogy ne jeltelen tömegsírba temessetek. Pedig. Igen, én nem mondom meg a hotelt, hol szálltunk meg, mert nekem még vissza kell mennünk. Nincs most itt Kriszta? Nincs az a helyzet, hogy akkor húzunk újra, viszont akkor most gyorsan húzunk. Na, Kriszta, még van 1, 2, 3, 4, 5 másodperc lejárt. A következő azt mondja, hogy Temesiné Bodó Judit, Moson Szent Miklósi lakos. Fáradjon ide! Itt már valaki sikít, valaki tapsol. Hol vagy? Meg vagy, Judit? Ott jön Judit! Oda néz, hogy örül, oda néz, hogy tapsol. Jönnek több. Úristen, hány Judit van? 6-an jönnek egyszerre. Nagyon jó. Ők lehet, hogy a felbőszült nem nyerteseknek a rokonai. Igen, tudod, ők brutális... akkor fognak bennünket megverni, ha Judit is ilyet húz. Igen, viperával, bokszerekkel és gásprével jönnek már, felkészülve arra az esetőségre, ha esetleg nem nyernek. Jó, jöhet a rokonság, a barátok, mindenki. Úgy is elbizonytanítják, ha mond egy számot, az nagyon szép lesz, mert 6-6 féle számot fognak mondani. Mondjuk jó. Én egy picit félek tőle, hogy már sokan tényleg a rokonsággal együtt fognak ide. Péter, te vagy a Judit! Sziasztok, én vagyok, sziasztok! Hello! Judit! De meg mindenem! Honnan jöttél? Moson Szent Miklósról. Mióta vagy itt?
Már itt nálatok a műsort hallgatni? Mikor indultunk, Eszti? 7 órakor. 7 óra. Eszti barátnő? Nem, a lányom. Hello, Eszti, gyere, ciao. Addig jól még azt gondolják, hogy a barátnő. Így van. Hello. Mivel foglalkoztok? Hát én nővér vagyok itt a megyei kórházban. Szép hivatás. Én meg a törvényszéken. De jó. Azt a mindenségét neki. Csak mondom, hogy az egyik nyereményünk egy vérnyomásmérő. Jó helyre menne. Jó helyre. Jó. Na, mit beszéltetek meg, hogy mi a szám, van-e valami szerencsés? Egyáltalán mit szeretnétek megnyerni? Mesélj nekem egy kicsit. Hát nincs 3 perc, hogy a lányom mondta, hogy a 20-as. Hát nekem is jó lenne a 20-as, mert 20-án ismerkedtem meg a párommal. A számokról mindjárt beszélünk, csak hogy minek örülnétek. 20-án született az első unokám. Te gondolod, hogy ő majd arról beszél, amit szeretnék. Csak gondolod. Gyuritkám, minek örülnél, drága? Minek örülnék? Béremelésnek az egészségügyben. Helyes. Most már lesz, köszönjük, lesz. Biciklinek. Biciklinek. Ez egy komplett bringa szett, 300 000 forint értékben, férfi, női, gyerek bringa, csak hogy mondom, hogy ilyenek vannak bent. Egy bringa szettnek örülnél. Igen. Na, drága Judit, mondj egy olyan számot, ahol a bringa van, jó? Tényleg. 20-as. Jó, hogy ez már így el is dőlt? 20-as. Ez már így el is dőlt. 20-as. Na nézd, most elkezdte varjálni. Hogy? Egyszer mi van? Akkor a 17 teszti. Nagyon jó, mert eddig a 20-as volt. Aha. Na most az az oszlop, amiben a 20-as van, abból még egyet sem nyitottunk ki. Látod? Uh-huh. Tehát abból még senki nem nyit. De van egy megérzésed, hogy inkább a 17-es. Én 17-én születtem. Én is. Hey! Csókolt! Nyissuk akkor inkább a 17-es, mint a 20-as? Eszti legyen 17. Eszti, áldásodat adod? Tessék? Családi háború. 17. 17. Nyissuk a 17-est. Szeretnék ebben a családba bekerülni egy ilyen ebédre. Nyissuk a 17-est. Feri. Jó, nyissuk a 20-ast is, mert hogy a két szám között vacilálta, kinyithatjuk a 20-ast is. Jó, először megmutatjuk, mi lett volna a 20-asban, mert hogy sokáig azt mondtad volna, hogy 20. Megmutatjuk a 20-ast, jó, hogy mit nyertél volna, végül is aztán a 17-es mondtad, gyorsan kinyitjuk a 20-ast is. Itt van a 20-as. Pedig mekkora doboz, Eszti. Azt a mindenit! Gyorsan nyissuk ki a 20-ast, csak egy mozdulat erejéig, jó? A 20-as nem mondtad, de sokáig azt mondtad volna. Nézzük meg akkor, mi lett a 20-asban, vagy mi volt a 20-asban, jó? De azt már biztos, hogy nem nyered, mert azt már ugye átváltoztattad a 17-esre. Gratulálunk a nyereményen, 4 darab bicikli. Gratulálunk, te vagy a szerencsés, aki kezet foghat Ferivel, de nem ezt nyerted! Na, nem ezt nyerted! Nincs kézfogás. Nem csak kezet fogok, át is ölellem. Kicsit le is csúszott a kezecskéd élete. Azt mondja, hogy? Na nézzük akkor. Hát a munkakörömből kifolyólag van. Csomag ellenőrzés volt Ferinél kicsit, így van? A kezem, a helyebb is megy. 17-esre változtattál a 20-asról, hál' Isten a 20-ast azt már nem mondtad, mert nem nyertél volna vele semmit, a 17-est viszont odaadjuk neked, légy szíves, olvasd fel, hogy mi van rajta. Digitális fényképezőgép. Az első komolyabb ajándékunk! Hopp, az első! Megkapszod! 8 GB-os memóriakártyába is tokkal. 8 gigabás. Szuper. Így van. 8 gigabás, hogy én mondom, mert én nem tudom kimondani, hogy gigabájt. Így van. Előtte azonban válaszolnod kell egy kérdésre, ami a műsorral kapcsolatos. Három műsorvezető közül ki az, aki vegetáriánus? Jani. Ennyi. Digitális fényképezőgép. Tessék, de jó, végre. Használjátok szeretettel. Köszönöm szépen. Csináljátok sok fotót, és ti vagytok a bizonyítékok arra, hogy valóban vannak bent értékes ajándékok. A végre az első. Kicsit kezdtem megnyugodni. Puszilunk, örülsz? Nagyon. Remeg mindenem. De drága vagy. Jó. Jól van. Puszilunk. Ciao. Köszönjük. A rádiótok is, ti is. Nagyon a nyeremény is, a közönség is, mindenki. De jó. Imádunk. Puszi, Judit. Ciao, sziasztok, hello. Ó, végre gyerekek. Hát van remény akkor, hogy a többi is bent van. Így van, gyerekek, vannak még benne drága ajándékok. 10 után 15-ért átveszem. Na játsszunk egy jó kis hármasugrást, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. 3, 2, 1, go! Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Majdnem azt mondom, hogy halló, jó reggel, de nem kell, mert hogy érkezik a játékosunk, ó, többen is érkeznek. Ó, egy egész család. Egy egész család. Hello, sziasztok. Sziasztok. Jó reggel. Hello. Binder János vagyok. Hello, János. Feleséged? Igen. Hello, hogy hívnak? Anni. Anni. Kis unoka, kisgyerek? Unoka. Unoka. Kis nyári szabadságra leadták az unokát hozzátok? Még nálunk van, aztán mennek két hét múlva el Tirolba, el is utaznak. El is utaznak. Akkor most unokáztok végleg egy kicsit. Igen. Ó, végleg. Tirol, nagyon jó lesz ott neked. Börgatják. Hú, virsli, amit akar. Így van, rétesek. Na nézzük akkor, hármas ugrás, jó? Ajándékokért. Szokott menni?
Hát nagyon nehéz kérdések vannak, amiket hallgattam, hogy a rádióban. Hát, kérdések, csak a János tehez. Most se lesz könnyű, az első az, hogy melyikben van a török út. Igen, így szól az első kérdés. Melyik kezében tart fáklyát a New York-i szabadság szobor női alakja? Gondoljátok, melyik kezében van a fáklya? Jobb vagy a bal, ugye? Hát ez a kérdés. Jobb kezébe. Igen? Így van, pontosan így, így van. Van. Így van. Nagyon jó. Balkozz meg egy tábláttal. Apu még gondolkozott egy kicsit, de szerencsére jó megúsztuk. Ügyik vagytok. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Hány Terminátor mozifilm készült Arnold Schwarzeneggerrel? Fontos? Nem szabad hibázni. Így van. Tessék? Hat? Azt engedd el azt a számot. Igen. Annyi biztos nem. Az nem. Ott van! Négy! Nagyon jó! Hasítunk. Na nézzük. Popzenében milyenek vagytok? Aha. Jók vagytok, jó. Így szól a harmadik kérdés. Melyik hazai popénekes egyik slágerében hangzik el Láttam magamat, szívem csatatér, égi seregek harca lelkemért? Igen, 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 hogyha egy picit a cukort megfuttatjuk. Karamell, így van. A cukrot megfuttatjuk. Jézus, atya úristen. Nincs szebb, mint amikor az ember nevével humorizálnak. A cukrot megfuttatjuk. Így van, megjön a karamell. Jól van, ügyesek vagytok. Ügyesek vagytok. Szerencsénk volt. De azt hogy mondja, hát nem. Nincs, szerencse nincs, csak tudás. Nem, a győri hallgatóknak, ahogy láttuk az elmúlt két órát, nincs szerencséjük. Nektek igen. Egyébként kaptok ajándékcsomagot, drágák vagytok. Köszönjük jó, szépen. Jó vakációzást, jó? Köszönjük szépen. Sziasztok, köszönjük, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Sorsolunk még egyet. Most majd hírek után, de hogy mit csináljunk velük? Súgjuk le a számokat, vagy mit csináljunk? Már azon gondolkozom. Már elment egy digitális fényképezőgép, nem állunk rosszul. Nem állunk rosszul. Jól se. Úgyhogy a hírek után tovább sorsolunk, drága hallgatók. A Törökország jut, ha nem megy el, akkor pedig figyeljen nem mindenki, aki hallgat bennünket, mert akkor hétfőn lehet majd megnyerni. Jó? És azt nem győzzük hangsúlyozni, hogy természetesen semmit nem viszünk el, semmilyen tárgyi nyereményt nem viszünk el Győrből, hogy esetleg a műsoron belül még ráfutnátok egy ilyen személyes ajándékra, vagy ilyesmire, akkor műsor után, 10 óra után mi mindent ki fogunk sorsolni. Addig nem megyünk el. Hogyha bennmarad például a Balázs személyes ajándéka, azt is odaadjuk a végén? Odaadom valakinek nagyon szívesen, nagyon személyes. Jó, azért. Azt tudjuk, hogy hetek óta ezen gondolkozol. Én egyébként meg is hatottam, amikor betették, de nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyire, de tényleg, hogy ennyire privát, mintha a szívét szakította volna. Nem volt könnyű lemondani róla, nem volt könnyű, de beraktam, úgyhogy lesz bent személyes. Na, egy pici hírek, aztán jövünk a hírek után már is. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Győrben. Drága győriek, egy nagy taps mindenkinek. Itt vagyunk. Hello. És hát ez volt a Balázsféle gépi. Most mi adjunk egyet Balázsnak, egy nagy tapsot. Na mutassátok, hogy szól igaziban. Azt a mindenit. Aha, ez se rossz. Hát de hát Jézusom. És még dudálnak az autók is. Jó, azt jó, a mindenit. Elválunk, jó, persze, arrébb megyünk. Bom. Na és? Minden fogtok hallni. Minden van így, gyerekek. Minden van is. Na. És még mennyi mindent tudnék megnyomni az effektáramat. Így, és most egy format szét. A legjobb. Na, drága győriek, még mindig itt vagyunk, és hát a helyszínünk a Győr Pláza továbbra is, Vasvári Pál utca 1/A. Egyelőre mondhatni, hogy győri hallgatóink, ahogy finoman akarom mondani, hogy nem azt mondom, hogy nem túl szerencsések, kevésbé szerencsések, fogalmazunk így, mert hogy a 64 gigás telefon, a bringaset az egész családnak, az okos lett televízió is ott van még bent, a törökországi út is ott van még bent, a kávéfőző, a mikrosütő, a kézi mixer, a szobamérlek, az már nem, azt már elvitték, az autóporszívó, a családi kerékpárszet, kapszulás, kávéfőző, tablet még mindig bent van. Ne rozsd a helyzetünket. Ne húzd őket. Most például a promóciós ajándékok szórásával igyekszek egy kicsit tompítani itt a helyzet komolyságán. Hát srácok, eddig nem nagyon sikerült odaadnunk. Aha, nagyon sikerült tompítani. Remekül szórakozom. Igen, egyet idéznék csak, ahova nem jutott a promós ajándék, ide is dobják köcsög. Hát, hogy tényleg. Ez van. Hát most tényleg sokat tompítottál. Ide is dobják.
De primitív. Egymás hátba verése a legjobb. Azt szeretem, mikor hárman osztjuk egymást. Én csak idéztem. Legszebb. Aljas a hátulról, amikor az ember kiszolgáltatott, begyomros a másiknak. De szeretem. Aha. Na nézzük, azt mondja, hogy egy-két közlekedési SMS mielőtt újra meglepnénk a mi kis drága csomagautomatánkat. Nézitek, csajok, ti is, mert itt fiatal lányok állnak az üvegstúdió másik oldalán felkapaszkodtak. Mutatom nektek is. Takarjátok el a szemeteket, egy baleset. Az Egresi téren van egy baleset a buszmegálló között, rendőrök terelnek, Solya küldte nekünk. Tata és Győr között az M1-esen baleset, nincs trafipak, sincs, minden oké, Gergő zente nekünk, valamint Egerváron fotózzák az Alaegerszeg felé haladókat egy Toledóból. Joci, kösz, hogy elküldtek. Most csinálják a kőfalat, amiről a múltkori adásban beszéltetek, sávzárás, kicsi dugó, úgyhogy készüljön mindenki, ez az M0-áson van a 7-es felé, és Tüskeváron is trafiznak, ezt Csavargó küldte nekünk. Ebből is mi jövünk ki majd rosszul, érted? Sávzárás, dugó, a támfal építése miatt. Mire hoztátok szóba? A Vadon Jani mondta. A köcsök! Hát igen, és azért ne feledkezzünk el a tízes útról sem, hogy ma átadják 10 órakor a körforgalmat, akik ott mennek, hasítanak mostantól kezdve minden reggel, és sok-sok 10 000 embernek oldódott meg reggel a munkába jutása, remélhetőleg gyorsít a körforgalom, illetve este a hazajutása, bruttó másfél óra befelé, bruttó másfél óra kifelé, hát egy 3 órát spórolnak hallgatóink, akik arra laknak, úgyhogy igen, így van, az a szó, amit kerestek, az a köszi, Jani, köszi fejlik. Köszi, Bali. Állítólag ma 10-kor tényleg átadják. Bizony. És keresünk hétfőn újabb ilyen útkereszteződést, vagy egy ilyen pontot, amit megint megoldunk? Vagy most igen, engedjük el, pihenjünk? Nézd, erre azért egy olyan 4-5 évünk rámen, tehát ez egy hosszabb távú projekt, kereshetünk, és akkor majd valamikor 2019-2020 környéken azt is át tudjuk adni. Lobbiztunk, nem keveset, és beszéltünk róla, de hát ezért vagyunk, hogy próbáljunk egy kicsit segíteni a hallgatóinknak. Na! Sorsolunk? Sorsoljunk. Én azt mondom, hogy találjon már gazdára ez a törökországi út, jó? Mondjuk azon hallgatóinak, akik nem lehetnek itt, bár írjátok nekünk sokan, hogy még mindig útban vagytok Győr felé, ennek örülünk. Egyedül a törökországi út az, ami megmarad, ha esetleg nem megy el. Hétfőn bárki lehetőséget kap arra, hogy egy all-inclusive nyaralásra elmenjen Törökországba. Mert ez egy családi nyaralás, all-inclusive, transferrel, reptéri illetékkel, mindennel együtt. Egy nem akármilyen szállodában. Láttam. Tényleg jó. Na gyakorlatilag egy filléredben nem került. Tehát, igen, hogy minden étkezés, ital, minden benne van. Igen. A biciklit ne keressétek, most láttam Feri rokonait túrázni Törökországban. Azt mondja, igen, vadonatúj okos telefonnal. Igen, fiúk, én a 2-es tárolót választanám, ha senki nem mondaná, akkor igényt tartanék rá, Sáros Patakról. Puszi nektek, Adrián. Na jól van, Balázs, elég a hülyeségből. Vedd ki a gyereket a dobozból, nem adhatod oda a személyes ajándéknak. Itt hallgatjuk az ivóba az adást, kellett neked, Balázs, mondani, hogy valaki vigyen el valamit, kimegyek és ellopták a bringámat. SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Valaki vegye le a rontást Győrről, ezt Isti küldte nekünk. Á, meglátjuk, gyerekek, nem lesz rontás. Most Frábátot fölhívtuk itt a szünetben, összetört két tojás, belenézett egy kávézatba, leszámlázott nekünk 150 000-et, úgyhogy szerintem... De nekünk ez megéri. De nekünk ez megéri, hogy egy kis kávézatszér és két tojás sárgáért kifizessünk Frábátónak 150 000-et. Levettük a rontást. Levettük az átkot. Szevasztok. Igen, én vagyok. Igen, én vagyok. Na, húzzunk még, drága győriek! Na! Olyan, mint a Mikulás lenne, nem? Itt vagyunk, és csak sorsolunk, és csak sorsolunk, és senki nem nyer semmit. De még mindig sorsolunk. Na, Feri, arany kezed van. Na jó, akkor most arany a kezed van. Jó, az előbb a jobbat. Lentről vagy fentről? Középről. Középről, na jó. Tegyél igazságot. Na. Azt mondja, hogy Szerecseny. Hoppá! Suha Attila. Attila, hello Attila, gyorsan dob fel a kezed, ha itt vagy, jó? Suha vagy Suhu Attila, nem tudom. Jó, többen is vagytok, látom, mindenkit ugyanúgy hívnak. Attila, hol vagy? Szerecsenyből. Ja, úgy jó van, azt hittem már, hogy egy Szerecsen, mert most nem, megmerülnek nekik a lázári. Suha Attila. Megvan? Érkezik. Oké, merre van? Tegye fel a kezét. Jó van, hol van? Hol vagy? Nem jössz? Még egyet húzunk. Ne, jön. Itt van, jó van. 3-as, 7-es, 8-as, 12-es, 13-as, 20-as, 15-ös, 17-es kinyitva. Gyerekek, a felét már kinyitottuk. 2, 4, 6, 8-at egészen pontosan, ha minden igaz. És egyelőre egy darab fényképező gép talált gazdára. Tehát majdnem a fele. Kösz, igen. Nem voltam erős matekból soha. Hellóztok! Ciao! Szia, Attila! De jó hangod. Mi van, bereket? Igen. Mit csináltál tegnap, hogy így be vagy elkedve? Mindig ilyen hangom. Azt a mindenit. Ha fölhívnál telefonon, bármit megígérnék. Bármit aláírnék, bármire rámondanám, hogy így van, igazad van. Na, mivel foglalkozol? Hegesztő vagyok. Azt a mindenit, van benne lendület. Minek örülnél igazán, Attila? Mondd meg nekem őszintén. Hm? Tudod a nyereményeket? Tessék? Biciklinek. Egy családi bringaszetnek? Igen? Meg egy utazásnak is jó lenne. Szóval tulajdonképpen mindegy. Csak nyerje valamit.
Hát, ez rajtad múlik. Van-e a családban szerencseszám? Van párod, barátnő? Nincs. Te senki nem látott el utasítással, mama, nem, papa, nem. Hogy mit kell mondani. Nem is kell az annyira vele. Tessék? Csak fül az éli. Mama, ne dumáljon bele. Finom a hazaszóltál. Jó, oké, mama nem fog bele dumálni. Melyik számot mondanád? Jég dupla viszkivel. <Egy van. gül> Megvárlak a haverjém a Balázs, nem én viszem a Törökország jut. Na, Attila. 19. 19! Oj, de szép nagy száma az a 19. Rámentél a nagyra? Rámentél a nagyra. A borítékok egyiket ugyanakkorák, csak mond. De a doboz az nagy. 19. Na nézzük meg, hogy mi van a 19-esben. Jó. Attila, nyugodtan menj közel, ahogy kinyílik ez a kis csomag automata, már ki is veheted a nyereményedet. Jó. Bocsánat. Ez jó nagy doboz. De csinálod. Figyelj, eddig még senki nem mert hozzányúlni. Ide tett föl, már is fölhasítjuk. 19-eske. Többen aggódó tekintettel néznek ide. Igen, itt vagyok, csak kit akar a doboz. Nem akarod-e? Mi van? Csak kérdezem. Figyelj! Tényleg. A mágikus dobozra elcserélni. Ó, a mágikus doboz. A mágikus doboz. Mert hogy ez alatt is van egy ajándék. Lehet kicsi, lehet nagy, lehet akár a törökországi utazás is. Igen. Kitartasz a számot. Legyen az akkora. Igen. De mi van, ha van a törökországi út, és most így elcserélni? Akkor inkább az. Mi van, ha az a doboz üres, és ebben van a törökországi út? Mi van, ha a doboz alatt lévő rész sokkal izgalmasabb, az a fél négyzetméter metlahi? Ha rám hallgatsz, elcseréled. Nem cserélem. Ha rám hallgatsz, tényleg elcserélem. Jó, elcserélem. Figyelj! Betölni egy ilyen trükknek, ugye? Ez egy ócska régi Jedi trükk. Melyik legyen? Elcserélem. Nézzük akkor, mi lett volna abban, amit elcseréltél. Na, jó? Akkor ezt húztad, ez volt ugye a 19-esben, tehát ez volt az eredeti ajándékod, és ezt... Cserélted el. Aha. Lehet, hogy kicsit könnyelmi módon. Arrébb állok, nehogy megüssön. Akár egy törökországi utazást is elcserélhettél. Ajajajajajaj. Hú! Ajajajajajaj. Ez egy kár volt. Mondtam én, hogy ne cserélj. Szerintem... Ja nem, én azt mondtam, cserélj. Egy vadonatúj heggesztő pajzs. Igen. Azt nyerted volna, amit ugye elcseréltél. Gratulálunk, te vagy az a szerencsés, aki lemoshatja Balázs autóját. Látod, hogy van szívem? Látod, hogy van szívem, hogy elcseréltettem veled azért ezt a dolgot? Nem kell. Nem kell autót mosnod. Gratulálunk, a doboz alatt meg lemoshatod Feri autóját. És jobban jártál, mert az enyém kisebb. Igen, és mennyivel jobban jártál, mint hogyha az én vonatomat moshatnál. Igen. A mágikus doboz, mondjuk el az a hallgatóinak, aki nincsenek itt, a csomagautomata előtt van, körülbelül egy tévét csomagolnak, vagy egy hűtőszekrényt egy ekkora dobozba, le van takarva, és a dobozban van valami. Nézzük meg akkor, hogy mi van a dobozban. Mire cserélted el, jó, az autóm lemosását. Uh-huh. Egy nagy dobozban egy kis boríték. Jaj, nem érem. Menes! Igen, na, nézzük akkor, hogy mire cserélted. Gratulálunk! Te vagy az a szerencsés, akinek nyereménye egy felkaros vérnyomás. Hát figyelj, jobb, mint az automosás. Jobb, mint az automosás. Én megtettem mindent, a mágikus dobozban nem tudtam, hogy mi van. A 19-es tudtam, hogy az autóm lemosása. Próbáltam neked segíteni, a vérnyomásérőt sikerült. Jó lesz, valamire. Jó lesz, persze, abszolút. Anyuka örülni anyuka, fog. Nagymama. Mindjárt itt a karácsony, nem így kell van. Menni semmi. Csak mondom egyébként, hogy blood pressure monitor, ez van a dobozon egyébként, LCD kijelzős, 4A baterivel működős. Aha, szerintem nem találsz rajta olyan jellemzőt, ami megvigasztalná ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. Köszönjük. Vigyázz magadra. Köszi. És egy ajándékcsomag természetesen. Gratulálunk. Na, mama, ezt nyüstölheted. Köszi, vigyázz magadra. Csáó. Gyerekek, amit tudtam, megtettem. Én lebeszéltem arról, hogy ne az legyen, amit akart a 19-es, abban az autó lemosása volt, ebben volt a szerencsedobozban. Na de most már félre a tréfával. Na jó. Gazdára kell, hogy találjon az orrszörvágó. Igen. És ez még csak nem is a személyes ajándékom volt, mert ez csak a van szivatós. Még van egy is személyes, jobb. Így van. Hát, személyes. Fél kiló köldökszöz. Tudod, amit összegyűjtöttem. Na most figyeljetek, a legboldogabb ember egy lőrincikész húz ebben a pillanatban, és megtaláltam azt az embert, akit úgy hívnak, egy rajkai illetőségi úriember, Máté Milán! Máté Milán! Gyerekek, ha azomulik, Csabi műsorát eltöljük egy órával, és maradunk 11-ig. Jelen Milán megvan, ott megvan Milán? Hátulról, igen. Mi lenne, Jani, ha valaki olyat húzzának itt áll az első sorban? Mindig beletrapálsz. Adjátok át Milánt a tömegen. Adogassátok előre. Tényleg. Ja, Istenem. Nagyon izgulok. Gyere Milán.
Jön, gyere. Na. Adjatok egy kis helyet neki, hogy minél korábban, hamarabb ide érjen, mert annál többen tudtok majd húzni. Milyen ez így az első sorból? Nagyon klassz. Engem húzzatok ki. És akkor vinnéd a törökországi utat? Így van. Hát ott van, vagy? Tévétet. Vagy a tévét. Vagy pedig a telefont, a tévét, a bringaszettet, a törökországi utat. Kicsit félek már, hogy... Na, neki adjál jó ajándékot, nézd meg azt a kart! Azt a mindenit! Hello, Milán! Milán nagyon jó formában van felsőtestileg. Mit sportolsz, Milán? Hát, edzegetek néha. Néha úgy lejárogatsz, igen. Aha, anyám csecsemő tápszergyárba dolgozik időnként, hazahoz ezt-azt. Igen. Mit edzel, Milán? Hát... Súlyzókat emelgetek. Súlyzókat emelgesz? Tehát ez a klasszikus régi konditermi, vagy már ilyen Freeletix, vagy ilyen utcán? Nem, sima konditerem. Sima konditerem. Aha. De megvan az eredménye egyébként. Így van. Igen, így van. Megvan az eredménye. Első rejzés én is azt tippeltem, hogy nem a győri balettpentója. Milán, minek örülnél szíved szerint? Hm? Hát, mi az, amit szeretnél, vagy mire vágynál? Hát, a telefon. Telefon? Vagy a utazás. Telefon vagy utazás, az egy 64 gigás 6-os telefon egyébként, csak lesz. Mondom, azért az brutál lenne. Na, hát félve kérdezem, hogy mondj egy számot, vagy félre kérlek, hogy mondj egy számot. Gyere, nézd meg, mi van még itt a 9-es, 10-es, 14-es, 2, 4, 6, 1, 13, 14, 11, 18, 4, 2, 1, 5 fölül a vékonynek keszek, és amit szeretnél, és amit mondasz. Te melyiket ajánlod szerinted? Melyiket? Mi nem mondunk semmit, mert így sem mossuk le magunkról, hogy tényleg kicsi apró emberek mozgatják hátul beépítve egyébként az ajándékokat. Tehát amelyiket az unokaöcséim. Igen, amelyiket mondod, Milán. Egyszer volt egy hajlás a 4-es felé, aztán azt nem választották, helyette maradt a 3-as, ugye ők rosszul jártak. Lehet, hogy azt kellett volna, igen. Tudjuk, hogy nem jártam. Amelyiket szeretnéd, Milán, csak mondj egy számot. De tényleg, ne kapkodj, az egyikben egyébként elrejtettünk 30 kiló megamasz 3000-et és egy francia rudat is, annak is. Igen. Hát akkor legyen a... Na mondjad, Milán, mondj egy számot. Na mondjad már. Na, mi lesz? Nem mondod? Legyen a 9-es. Legyen a 9-es. Azt a mindenit a 9-es. Azt a mindenit a 9-es. Nyitjuk a 9-es, jó? Nyitjuk a 9-es. Most így inkább. Csak mondom, hallgatóik egyre közelebb vannak ahhoz, hogy hétfőn sorsoljuk ezt a kis törökországi. Így van. Na. Ollót, cikét, tampont. Így van. A 9-es. Na. Én is izgulok. Na, benne egy boríték. Hát ha a török út, hát ha a telefon, hát ha a bringaszet, hát ha az okos tévé, hát ha tényleg a kártyafüggetlen teló, a kávéfőző, figyelj. A mikrohullámú sütő, a kézi mixerszet, hadd legyen már valami ajándék. Adod a borítékot. Adod örüljünk egy kicsit. Parancsolj! Olvasd el, hogy mi van rajta. Gratulálunk. Te vagy a szerencsés, aki megeheti Jani megmaradt islevét. Nem áll, van ilyenünk. Matematikailag van ilyenünk. Gyerekek, se a televízió, se a telefon, se a tablet, se a fényképező. Ja, de az már elment. A mikrohullámú, a törökországi utazás, még mindig nem. Milákám, egy fél isler. Nagyon-nagyon gratulálunk neked, jó? Annyit egyébként elmondom, hogy nem fél, egész. Egy egész is. Ehhez ilyet? Akik edzenek, ehetnek ilyet? 300 kalória. Pihenő napon esetleg egy kicsit. Pihenő nap, az mit jelent? Vasárnap délután. Jól van. Picit többet kardiózol, lemegy ez. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, ciao. Milán. Köszönjük. Igen, most szólnak a fülemre, fél órával rövidebb a műsor, mert a Csabi tovább tart. Hát akkor köszönjünk el. Na jó, húzok én, jó? Gyorsan. Húzok én, gyerekek. Halmai Péter, a következő Péter. Szerencsés nyertesünk, aki... Miért már volt szerencsés nyertes? Ja, én már volt. Halmai. Gyere, Péter. Halmai Péter. Ő Péter. Győri. Győri no. Egyébként. Jó, gyere, ő is kitöltötte, és ő is regisztrált. Hát, nagyon szeretem ezt a mai napot. Hát, én még nem érzem. Aha, igen, meneked gyorsan megy az autó. De azért érted. Hát, igen. Engem meg majd széttépnek a pályaudvaron. Nem, szeretni fogom. Persze. Hello! Doktor úr, jó napot! Vagy Pék. Sziasztok, hello! Üdv mindenkinek! Üdv mindenkinek! Hogy így csupa fehérben? Pék vagyok. Ó! Hogy betaláltam! Nem, hazudtam, nem vagyok Pék. Nem vagy Pék. Csak meleg van, kánikula lesz, és fehérbe jöttél. Ja, igen. És ahogy látom, a hasítasi nem kér kódot. Ugye az nem egyen. Kér kódot. Nem, viszont nem. A csomagautomata az igen. Mivel foglalkozol? Egészségpénztárban dolgozok. Egészségpénztárban. Milyen nyereményről álmodtál? Mit szeretnél? Jó a kérdés. Pont, hogy a személyes ajándékodat, Balázs, hát ha elviszed. Személyes ajándékodat, nem érdekel az, de... De, nagyon, majd mert nem tudod, hogy mi az, Petike. Majd úgy fogsz neki örülni, hogy úgy kell lefogni majd. Mondj egy számot, Péter. Mondj egy számot. Kinéztem már a kettest, stipistop, és nem tudsz lebeszélni. Nem is akarlak. Nyisd ki a kettest. Nyisd csak ki a kettest, persze.
legyen akartam. Csak a kettes. Igen. Én mondtam volna még valamit előtte, de még nem akarod a kettest, akkor vagy... Jó, hadd sírjak, nem baj. Nem baj. Miért a kettő? Jó, oké. Okay. Na, nézzük, hogy megszereted vagy meggyűlölöd a kettes számot. Az eddigiek alapján... az eddigiek alapján minden megtörténhet. Kettes. Kettes dob a négy. Rossz. Rossz érzésem van. Rossz érzésem van, gyerekek. Főleg, hogy elolvastam, hogy mi van bennem. Azt a mindent. Jöjjöjjöjjöjjöjj. Na, olvasd akkor fel, hogy mit nyertél. Jó? Gratulálunk, te vagy az a szerencsés, akinek a nyereménye egy 64 gigabyte. Ó, itt van a telefon! Okos telefon, iPhone 6. Hoppá! Na! Gyerekek! Az első igazán boldog, ugye? Köszönöm szépen, nagyon kedves. Igen. Mérde meg a lábam, normális ez? Szerintem igen, ennél igen. Ez nem gyenge, ez nem gyenge, 64 gigabás. Nagyon szépen, köszönöm. A gigabák is benne vannak? Gigabák is benne vannak. Belegyömöszöltük őt. Na, örülünk? Nagyon örülünk. Hú, de nagyon örülünk. Yeah! Kinézted ezt a kettest? Kinézted ezt a kettest magadnak? Jól tetted, hogy nem hagytad nem, magad. Túl korán jöttem és láttam, mit raknak be. Úgyhogy... Igen, főleg, hogy boríték volt berakva, igen. Köszönjük szépen még gyorsan a rádióval kapcsolatos egy kérdés, egy ajándékcsomag. Milyen típusú műsor van utánunk? Tehát mit lehet csinálni abban a műsorban? Amikor 10 órakor vége a Morning Show-nak, akkor milyen típusú műsor? Mivel 9-ig hallgatlak titeket, utána hírek vannak. Így van, hírek vannak. Közvetlenül utánunk, és utána van a kívánság műsor. És ezt is tudja. Köszi, ciao, vigyázz magadra. A telefon. Köszi, hello, sziasztok, ciao, ciao. És színben harmonizált a cuccában. Igen, fehér. Húzunk még? Hogyne? Még? Húzunk mindenképp. E most érteni, most kezdem el elkapni a fonalat. Jó, de most én jövök. Na, húzunk még. Akarsz-e? Húzzatok. Nincs jelentés, én csak valaki húzzat. Ilyen, ja. Ilyen kellemes kis vicces ajándékokat sorsoltam. Meg vagyunk. Na. Simon Tiborné. Drága Tiborné! Tibi néni! Az utolsók között vagy, akit, igen. akit húzunk, mert lassan már megyünk desktopra. Bakony nána! Egy vastag Csabi hasonmást is látok a tömegben. Hogy? Egyébként. Uh-huh. Itt van, ott van Tibor néni? Tibor néni már érkezik is hozzánk. Jön. Ő az anyukád? Aha. Tényleg? Anyukád is? Te is dobtál, és anyukád is dobott? Én is dobtam, és anyukám is dobott. Na. Jó fej, mama, most megmutatom. Igen, nagyon jó fej. Mama, minek örülne igazán? Ha elköltöznék már ott. Lehet. Nem tudom, mindennek örülnek. Mindennek örül? Tibor néninek mi a keresztneve? Gabriella. Gabriella. Na. Drága Gabriella, gyere hozzánk akkor. Jó? Maradj itt azért te is, te vagy a... Gabriella. Aha, nem zavartok össze. Aha. 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 Alakul. Egy férfi, nem? Mm. Van már ismerős arc esetleg a tömegben, aki a mamára hasonlít? Nem, nincs. Mindjárt ideér. Itt van. Csókolom. Oh. Szia. Hello, gyorsan. Te is Gabriella vagy? Nem. Én vagyok a Gabriella. Hello, szegénykém, mire átverekedted magad itt a tömegen, ő Anna, hello. Ó, elfáradtam. Elfáradtál? Hátul áldogáltál. Igen. Nem nagyon bíztál benne, hogy nyersz esetleg? Hát már nem. Már nem. Te jó. Korán jöttünk. Jól fog jönni majd az a lucaszék, amit nyertél. Igen. Két gyermek van? Itt van az idős. Négy gyermek van. Három nagy és ő a pici. Van három nagy, és ő a pici. Igen. Hát akkor jó lenne ezt a törökországi utat elvinni. Jó, ugye? Jó, csak már számogattuk, hogy valakinek itthon kell maradni. Gyerekek mennek nyilván, nem? Igen, igen, igen. Voltatok, sokan vagyunk. Voltatok már nyaralni valahol? Nem, még nem. Nem? Terveztetek valahova menni? Az idén nem. Az idén nem. Nem, unokázunk, van két picike. És még unokák is vannak, és akkor inkább velük. Igen. Aha. Akkor milyen jó lenne, nem? Ez pont egy családi nyaralás, pont egy all-inclusive utazás, el tudnátok menni. Jó, nagyon-nagyon örülnék. Akármilyen ajándéknak örülünk. Nagy a család, úgyhogy valamire jó lesz biztos. De cuki vagy, hogy így állsz hozzá. Igen, egyébként, igen. Egyébként az jó. Na, nézegessük, hogy mi van még. Van-e kedvencem, anélkül, hogy mondanál valamit? Van-e olyan, amit szeretsz, amilyen születés kapcsolódik, gyere, dátum, évszám, bármi olyan. Mit ami... mond a kis Gabi? Én a 16-ost. A 16-ost mondod. 16-os. 16-ost. Mondd-e valaki valami mást esetleg? Én mondom a 11-et, de nem hiszem, hogy ez érdekes, mert ugye az az én születési dátumom. A kis Gabi is 11. Ez jelent valamit, hogy mindketten 11-én születtünk. Na, tehát a 16-os először. Sőt, a kisunokám is 11-én született. Ajajajaj, még egy szám. Még egy szám belekeveredett. 11 lesz? Akkor 11. De ti a 16-os mondtátok, lehet, hogy érdemes lenne mellette kitartani. Anna. 11. Aha. Na most 16 szólt először. Tessék?
Megnézzük az arcodat. Az én arcomat? Hát azért arról sokan próbáltak már valamit leolvasni. És mennyien buktak a pókerasztalnál ezért? Bizony, bizony. Na, 16-os vagy 11-es, végső számot kéne mondani. Tényleg pókerarc. Az, az, igen. 11. 11, nyissuk a 11-es, nézzük meg, hogy mi van benne. Jó? A 11-es, kivesszük a kis ládikót. János már nyitja a kis automatát. Ha? Gyere már, kirohagyjál. Csak a barátság. Na. Szik. Ott van benne egy eremény, és ott van benne egy boríték. Nézzétek. Melyik akkor meg. Szeretné? Ki szeretné olvasni, Gabi? Olvasom. Gabikám, olvasd akkor te, ha már így vártál ennyit a melegben, és itt... Kocsit nem mosunk. Nem kell, semmilyen, nincsen. Te vagy az a szerencsés, aki megnyerte a 3D szárt televízió. Hát köszönöm szépen, nagyon örülök. Nagyon szívesen. Jaj, megáll a szívem. Van vérnyomásmérünk. Még itt van. Azt már elvitték, igen. Igen. De elcserélik a tévét. Nagyon szépen köszönjük. Hát ez szerencsés nap a 11. Szerencsés, így van. Hallgatunk benneteket mindig sokat, és jöjjetek máskor is. Valami felénk is Veszprémbe. Ott oda is vigyük egy ilyen automatát? Igen, igen. Igen? Az nekünk közelebb van, mert messziről jöttünk. Csak ezért jöttetek át, tényleg? Igen, igen. De helyesek vagytok. És a pici lány is pont a tévét szerette volna? Szeretett volna, igen. Igen. Na, hát ez egy 3D-s LED tévé, úgyhogy használjátok egészsége. Örülünk, hogy megnyertétek, legalább tudjuk, hogy benne volt. Jó? Köszönjük szépen, tényleg. Köszönjük össze, és puszi nektek. Családnak is. Puszi. Még egy kérdést fel kell tennünk, jó? Egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Tessék? Nem cserélem esetleg. De nem is akarom, nem cserélgetünk, dehogy is. Még egy műsorvezetőt, bárkit nevezzetek meg a rádióból. Bárki, aki utánunk jön, aki hétvégén van, aki este van, aki volt, de már kirúgták, az is jó. Bárki. Bárki. Kivel szoktunk mi beszélgetni 10 órakor, ki van délután, ki van hétvégén. Tessék? Abaházi Csaba. Így van, ami drága Abaházi Csabánk, így van. Ügyesek vagytok, használjátok egészséggel a tévét. Nagyon, nagyon szépen köszönjük, puszi nektek. Sziasztok, gratulálom, ciao, hello, hello, hello. Végre. Na, jól van, minden jól alakult. Végén se durrantottak be egy istenes Bencét. Még lehet ő is. Bocsánat, nem figyeltem, mi van a Bencével? Igen, hogy még a végén se durrantottak be, hál' Istennek egy istenes Bencét, és mondjatok egy kollégát, ez könnyű, istenes Bence. Igen, itt a tévé, majd odaadjuk nekik természetesen a tévét. Azt meg se kérdeztük, hogy van-e mivel elvinni. Na, jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai, és hívnunk el még a naphallgatóját is, úgyhogy egyetlen egy utolsó húzásra még lehetőségünk van, valaki nagyon jó legyen. Gyere, jó? Akinek az utolsó esélye, hogy elvigye a törökországi utat, ha nem trafál bele és nem viszi el, akkor hétfőn ti is, akik ebben a játékban részt vettetek, ugyanúgy részt vettek a törökországi útért, csak SMS-t kell majd nekünk hétfőn küldeni. Megmarad a törökországi út, viszont a többi nyereményt azt itt a helyszínen 10 óra után kisorsoljuk. Úgyhogy az utolsó lehetőség, és mindenki más, gondolom, annak drukkol, hogy megmaradjon, mert hétfőn akkor ő megnyerheti az all-inclusive utazást. Ki a szerencsés? A szerencsés Halász Sándorné Kati. Nagyik Mándi. Nem mondott komolyan. Hello, ciao. Az első sorban a hölgy, akit én többször megszólaltattam itt áll reggel 6 óra óta. Ő az, aki szereti a Szulejmán. Mondom. Egy brutális Szulejmán rajongó, így van. Aki még elviheti a törökországi utat. Gyerekek, le a kalappal, reggel 6 óra itt áll. Reggel 6 óra óta itt áll. És bízott abban, hogy kihúzzuk. Kati! Csak az a gondom, hogy elvitték a tévét. A török út nem kell, ja. Jó van. Aha, jó azért lenne. Még itt van bent egy nagyon már komoly nyeremény. Már reggel 6 óra óta, tényleg, hogy itt vagyok. Igen, itt vagy, itt állsz a tűző napon. Minek örülnél? A tévét elvitték, oké, szíved szerint. Ugye, azért nagyon sok mindenben van, hát már nem kezdem el sokat sorolni, a bringaszettől kezdve. A bringának is nagyon örülök. Egy családi bringaszett. Szoktatok bringázgatni családdal? Így van. Merre felé mentek? Hát, ott a környéken? Aha. Igen. Gyerekek, unokák? Gyerekem 2 van, unokám még nincs. Unokád még nincs. Mekkorák a gyerekek? Hát 32 éves a lányom, 26 a fiam. Az igen! Mehetne egy ilyen közös nyaralás? El tudnának jönni? Igen. Ha megnyeritek, akkor lehetőségetek lenne. Voltatok már idén nyaralni? Nem. Nem volt lehetőségetek még elmenni? Még nem volt. Na hát, ha most akkor. Jó? Egy számot, Kati, egy számot, egy jó számot, és elviszed a török utat. Megérdemelnéd egyébként. 17-esre gondoltam, de akkor a 18-as. 18-án születtem. Én is 18-án születtem. De ez akkor miért nem lettek együtt török utat? Mivel foglalkoznak a gyerekek? Hát az egyik tűzoltóságon dolgozik, másik pedig irodán dolgozik. Milyen szép hivatás, tűzoltóságon, szegények, és milyen alul fizetettek. Így van. Uh-huh.
akkor értem, hogy nem is volt nagyon lehetőségetek elmenni nyaralni. Milyen szép hivatás. 18-as. 18-as. Végső, kitartasz mellette. 18-as. Ne hagyd magad lebeszélni, mondd, hogy 18-as. 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 Na nézzük, az utolsó nyitás. Az utolsó nyitás. 18-as. Kati reggel 6 óra óta itt áll. Kivettük a dobozt. Tessék? Napi szinten hallgatlak benneteket. De cuki vagy. Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen. Na, 18-as. Az utolsó húzás a mai napon. Ott van a cetli. Olvasd föl, hogy mi van rajta. Olvassa föl. Hát nem fogsz örülni. Olvasd föl, légy szíves. Te vagy az a szerencsés, aki a családjával augusztusban elutazhat a török Riviérára. Wow! Hát persze! Na! Nagyon szuper, nagyon örülök neki. Na kell még az a lett tévé? Na? Na, bánjuk a lett tévét. Nem, jaj, nagyon örülök neki. Az utolsó azt húzás, az utolsó húzás. Feri, megnézi, így tényleg van. Az van a papíron. Nem kapusztad be. Aha, igen. Milyen durva lett volna, Kati, beolvassai. Nem, így van. Igen. Katikám, mentek Törökországba, az egész családot szépen nagyon megfogjátok. Augusztus végéig egy all inclusive, 4 személyre szóló, brutál jó szállodában egy török utazást nyertetek. Nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Hol voltatok utoljára, és mikor nyaraltatok utoljára? 5 éve voltam én, a családdal régen voltunk. 5 évvel ezelőtt nyaraltatok, vagy nyaralhattatok utoljára. Hát azt gondolom, akkor ennél jobb helyre ez a dolog nem mehetne, elmondhatod, hogy a gyerekek is mivel foglalkoznak, úgyhogy megérdemlitek. Érezzétek magatokat nagyon jól. Nagyon-nagyon jól, köszönöm. Ha kint úgy vagytok, igyatok egy koktélt. Oké, jó? Gondolunk rátok. Sokat reméljük. Gratulálunk, puszi. Nagyon szépen köszönöm. Jó, egy kérdés még fel kell tenni. Valami nagyon nehezet, mert ha nem tudod, akkor elvesszük az utat. Dehogy vesszük. Feri, valami nagyon egyszerűt. A műsorral kapcsolatban, bármi, akármi, amik velünk kapcsolatban János, is. János, hamarosan megjelenő könyvének a címére vagyunk kíváncsiak. A menő autók, sok húsétel és... Várak csöcsök csokoládé. És várak csöcsök csokoládé. Hát a csokoládé. Várok meg a csöcsök, jól jó van. Így van. Ez az. Nem is baj, hogy a többire nem emlékeztél. Jó, köszönünk neked mindent, ügyes vagy, és érezzétek jól magatokat. Puszi. Jó? Szia, sziasztok. Ciao, köszönjük szépen. Sziasztok. Hello, Kati, ciao. Egy nagy tapsot neki, győriek, ne legyünk irigyek. Na. Jó, az automata mögött vegyétek el tőle. Így van. Drága győriek, csak mondjuk egyébként, hogy egy csomó minden megmaradt. Többek között egy tablet, egy kávéfőző, ha jól látom, a kézi mixerszet, autóporszívó. Uh-huh. Egy páros olajos masszázs Ferivel. Igen. Azt vállalom. Azt a családi kerékpár szettet, jól emlékszem, nem vitték. Nem vitték el, itt a mikrohullámú sütő még, a így kézi mixer, tehát van egy csomó ajándékunk. Úgyhogy ezeket 10 óra után kisorsolják, amit drága hoztesz, lányaink maradjatok, jó? Mert hogy még van valakinek lehetőség, de már nem tudjuk az összeset végighúzni. Kinyitjuk az összes boxot, látni fogjátok, hogy ott voltak az ajándékok, úgyhogy maradjatok, mert 10 után sorsolunk, és hát hétfőn akkor nem lesz törökországi utazás, de szerintem jó helyre ment. Nagyon jó helyre ment. Úgyhogy köszönjük szépen, jövünk már is a nap legjobb pillanataival. Anna vágott egy rövid kis részletet, úgyhogy egy pici szünet után ezzel folytatjuk. 3-4-10 van egészen pontosan. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Gazdára talált a törökországi út, örülünk, ezért jöttünk, és tényleg jó, hogy a hallgatók is látták, hogy jó helyre megy. Én azt hiszem, hogy Katék családja halva, hogy 5 éve nem nyaraltak, tűzoltó a srác, és nem tudtak elmenni nyaralni, nem volt lehetőség, jó helyre ment. Ilyenkor nagyon mi mindig örülünk, ugye? Ha valaki olyan nyer, aki tényleg megérdemli, nem nincs rá lehetősége, és nem most jött haza éppen, nem tudom, Görögországból, és megy Törökországba, hanem tényleg sok-sok évvel nem tudtak elmenni nyaralni. Igen, a szerencse nem válogat, úgy tűnik, de azért és most nagyon jó választott. Így van, mindenki örül, csak mi vagyunk egy kicsit boldogtalanok. Anya, idén is marad a hátsókért, azt verheted a hátamat slaggal. Igen. Na, a nap legjobb pillanataid Anna a húzásokból vágta össze, mert hogy azért voltak szerencsés és talán kevésbé szerencsés nyertesek, de hát ugye egy lottó sorsolásnál, egy kvízműsorban, bárhol, ahol ajándékot lehet nyerni, az mindig feltételes, benne van, hogy az ember valami nagyot nyer, és benne van, hogy ugyan őt húzzuk ki, mint kisorsolt ember, de a számválasztásnál már kevésbé szerencsés, mert ugye érdekes dolgokat nyertek a győriek, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
7 perc múlva pontosan 10 óra. Na, hát reméljük, hogy azért egy-két győri hallgatónkat sikerült boldoggá tenni. Mi itt egyébként a nap legjobb pillanatai alatt kisorsoltuk a bennmaradt ajándékokat, tehát nem is bíztuk a hostess lányokra, és mondtuk, hogy ne kelljen senkinek megvárni a 10 óra utáni időintervallumot itt a nagy melegben a tűző napon, úgyhogy megmutattuk a győrieknek az összes kis rekeszt, gazdára talált minden nyeremény, amit hoztunk, a bringaszettől kezdve, a mikrohullámis sütőig, tényleg minden, amit hoztunk és ígértünk, azt elvitték, és nagyon helyesek voltak, mindenki nagyon örült, úgyhogy ki fosztottuk a csomagautomatát, és mind a 20 rekesz kiürült, és odaadtunk mindent. Nem szép dolog, hogy most kamuzol, nagyon nem szép dolog, 19 rekesz ürült ki, és egy rekesz, amiben Balázs személyes ajándéka van. Nem húzta senki. Mindig nem tudjuk, hogy mi van benne. Sajnos senki nem húzta. Vigyük át hétfőre. Legyen az én személyes ajándéka, majd. Egyébként meg miért nem? A törökországi útért cserébe, mert hogy azt elvitték pénteken hétfőn, megnyeretitek Balázs. Szerintem ez jó. Az lesz a napfénypontja, már látom. Micsoda csúcspont. Na, hívjuk a nap hallgatóját, jó? Aki ha mondja, hogy morning show, akkor ő is kap még egy ajándékcsomagot, és aztán szépen lassan búcsúzunk a győriektől, akik nagyon helyesek voltak, szerettek bennünket, aranyosak voltak. Rengetegen voltak itt, nagyon-nagyon szépen. Köszönjük, akár minden héten mennénk péntekenként valahova az országban is, és végigcsinálnak megint egy ilyen kis sorsolást. Morning show? Az bizony, hello! Ciao, nem írtad alá. Hello, Laci vagyok. Hello. Laci? Igen. Hello Laci, nagyon helyes volt az SMS, amit írtál nekünk, azt írtad, regisztráltam, de sajnos nem tudtam maradni. Léci, ne húzzatok ki. Nagyon szerettük. Igen, Janita vagy a király, ezt írtad meg SMS-ben. Lacikám, nagyon szerettük ezt, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Ha nem is tudtál itt maradni, szegény, gondolom dolgozni kellett menni? Igen, el kellett jönnöm sajnos. El kellett jönnöd, gondoltuk akkor, hogy ezzel vigasztalunk. Hogyha már ezt ilyen szellemesen, kicsit magadon nevetve ezt így meg tudtad írni, némi öniróniával, akkor viszont fájdalom díjképpen itt van egy kis ajándékcsomag neked, jó? Köszönöm, örülök, nagyon, köszi. Örülünk. Merre hallgatsz minket, itt Győr környékén? Győrben vagyok, igen, én dolgozok Győrbe, igen. Mit csinálsz, hova kellett rohannod? Egy modellező cégnél rajzolunk csarnokokat. Rajzoltok csarnokokat? Így van. Erre így van, nagy igény van, így a csarnok modellezésre? Hát modell, igen, van rá, igen. Lerajzoljátok, aztán a rajzok alapján készülnek a tervek és egyéb minden más dokumentum? Hát fordítva, a felépített csarnokot modellezzük, és a további bővítéshez esetleg jól jöhet. Aha, értem, megint tanultunk valamit. Köszi, hogy minket hallgatsz, köszi, hogy írtál, sajnáljuk, hogy nem tudtál maradni, de egy ajándékcsomaggal azért reméljük, hogy örömet szereztünk neked. Vigyázz magadra, jó hétvégét, ciao. Köszi szépen, nektek is, hello. Szabit vettem ki már, hogy el tudjak menni, de úgy berúgtam tegnap, hogy most érettem. Ekkor is jó arc. Igen. Még jönnek jó SMS-ek, igen. Overdose, halott Csicsolina gyászol. Igen, tehát... Szeretjük, igen. Szegény overdose, azon a lovon tényleg átokült. Komolyan mondom, 10 nem? 10 évesen, úgyhogy 2-3 együtt is élhetett volna akár. Így van, és most már ugye az volt a jövőkép, amiből már szerintem a tulajdonosok is végre pénzt láttak volna, hogy fedezőmén lett, és azt mondták róla, hogy még 15 év benne van. Igen. Fedezőménként. 15 év, és puff, kész. Szegénykém, azért ő nagyokat futott. Ő azért nagyokat futott, csak aztán volt egy szerencsétlen betegsége, ugye pata írhagyulladás, és abból már nem is tudott fölépülni, de egy picit jó volt. Tegnap azért azt látni. Anna Petijével, aki nagyon vágja ezt a témát, és ő azt mondta, hogy a halálának a híre, az overdose halálának a híre az összes szakmai fórumon, minden labban, minden internetes portálon vezető hír volt. Ezek nem magyarországi portálok, hanem a világon mindenhol, ahol a lósportot ismerik, szeretik, imádják. Sose tudta magát igazán kifutni, de rengeteg pályarekordot futott, nyert is. Egy verseny megnyert, azt ugye aztán visszaelőtték azt a rajtot, igazából ott nem volt szerencsés. És nem az ő hibájából, igen, és ott is brutális mezőnyben futott, és meg is nyerte volna. Hát szegénykém, igen, nem volt egy szerencsés csillagzata alatt született ló pacika. Na, Gábor jön a kívánságműsorral, 555-55-00, a telefonszám. Jó, drága győriek, nektek köszönjük szépen, nagyon, hogy ennyi itt voltatok, puszilunk benneteket, örülünk, hogy ennyi ajándékot tudtunk hozni. Reméljük, hogy akik nem nyertek, azok is azért jól érezték magukat, találkoztattak velünk, szeretgettek bennünket, és nem bánták meg, hogy kijöttek.
Mi a recept hétvégére? Kérlek, szépen lecsó szezon van. Na most lecsóból nem lehet jót mondani Magyarországon, mert komplett baláti társaságok tudnak felbomlani, mert te azt mondod, hogy te csípősen szereted, a másik nem, az egyik virsli a kolbásza, a másik tojás kell bele, a nem akármicsoda. Tehát jó lecsó recept az nincs, nem létezik, vagy mindenkinek van családi. Ezért aztán, mert hogy ez nem csak nekünk van lecsónk, hanem a világ minden táján csinálják, a törököknél például a Menemem nevű, és akkor én hoztam az olasz verzióját. A peperonáta így hívják, peperonáta. Ők paprikával csinálják, de ugyanígy egy lecsó alap, úgyhogy egy olasz szicíliai lecsó lesz a recept. Ez jó. Ez jó. Na, ez jó, kicsit átnézzük a lecsó sztorikat, leírom, amit én gondolok róla, aztán jön az olasz. Uh-huh. Jó, nézzétek meg a receptet, olvassatok, és aztán csináljátok ugyanúgy rántott hús petrezselymes krumplival. Így is van. Hát, ha néhányan azért megcsinálják, biztos vagyok benne. Jól van, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk, vigyázzatok magatokra ebben a nagy melegben, jó? Mert hogy hőségriadó, hőhullám és minden, ami fenyeget bennünket, az most fenyegethet, mert jön, állítólag brutál meleg lesz, mi pedig hétfő 6-kor folytatjuk. Szevasztok! Köszönjük! Ciao, ciao! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.